Szép jó estét kívánok mindenkinek! Chris Tracker vagyok, a Chris Tracker Gameplay Hungary YouTube csatorna élőadását látjátok egyenesen Amerikából. American Truck Simulator játékkal fogunk játszani multiplayerben. És bizony egy jó hosszú útra indulunk. Keresztül kasul így Amerikán, ami addig a szem ellát. Ha gondoljátok, akkor majd be tudtok csatlakozni. Direkt Mexikó DLC-ben indulunk, csak hogy ne érjen senkit meglepetés. Úgyhogy kezdjük is rögtön itt az elején a térképpel, hogy ebből ne legyen gond probléma, hogy mi újság van. Na ez az útvonal. Na itt a kert. Átmegyünk a kerten. A kiinduló City Santa Fe. Itt a jobb oldalon látható a mappon. Santa Fe-ből fölmegyünk Raton fele. Ratontól tovább nyugatra ezen a kellemes kis mexikói göröngyösön, Farmingtonig, Kayentáig, Villagig, és aztán jönnek a látványosságok. Egymás hegyén hátán, Grand Canyon, meglátogassuk a Grand Canyon-t. Sosem lehet kihagyni, ha Amerikába járok, én legalábbis nem szoktam kihagyni, aztán le Flagstaff, Kingman. Természetesen beúrunk Las Vegasba, egy kicsikét úgy elverni a lóvét. Majd aztán Las Vegas-tól nyugatra található megint egy jó kis kanyargós mellékutcába, mert fordulunk be. Majd fölmegyünk Oakdale nevű city felé, hogy aztán Oakdale után természetesen Oaklandet is meglátogassuk. Majd jön a The Big Sur útvonal Santa Cruz-tól Santa Maria-ig. Ez a jó kis szűkös kanyargós tengerparti út, hogy aztán a végén eljussunk a végállomásig, a Final Destination-ig, Los Angeles-ig, ide megyünk, de Los Angeles, angyalok városa, ennyi a mai útvonal. Tartsatok velünk, hogyha gondoljátok, a hosszú kis útvonal lesz, 2000 mérföld, 2000 amerikai mérföld, you know, el leszünk, az egyszer biztos. Na, ez biztos, hogy Zoltánt köszöntjük a cseten, hello Zoltán, köszönöm, hogy beírtál, meg hogy itt vagy velünk, meg stb. Mindenkinek jó estéket kívánunk, akik itt vannak velünk, akik nincsenek, azoknak is jó estét, akárhol is vagytok. Ez biztos, hogy én befaltam magam itt a Donutsba, a fánkozóba én szépen megreggeliztem, vagy megvacsoráztam, mert ki tudja. Hiszen hát most Magyarországon esteledik, Amerikában meg több helyen most hajnalodik, úgyhogy körülbelül ez a helyzet van. A szétszedség, hogy én beindítom a motort, már hogy ilyen is van. És akkor már a fuvar készen áll, már berakták nekem direkt, hogy nekem már ne kelljen ezzel bohózkodni. Ezzel a kis piros-fehér-zöld árnyalatú Big Sur festéses kamionommal szépen nekiindulunk Amerika útjainak, csak hogy jó lessen. Úgyhogy ezt a mai estét ennek szenteljük, az American Truck Simulatornak. Ritkán foglalkozunk vele, talán érdemtelenül, de most mindenképpen egy estét rászentenünk, hogy Amerikába egy kicsikét úgy kirándulgassunk, aztán jó lesz. Barnabás Anonymous Isten hozott titeket, szavaztok, hát jó, hogy itt vagytok. Miért is ne legyen akkor live, ha már ti itt vagytok, nem igaz? Jordi Flösser, hát adja az Isten magának is, Kareszka is, jaj de jó! Egyre többen vagyunk. Akkor tudjátok, hogy elindulok. Azt hittem nem lesz itt senki, azt nem kell live-ozni, kikapcsolom. De hát úgy látom, hogy jöttök, nem tudok mit csinálni. Benyomom az indexet, meg a GPS-t, hadd szóljam, valami legyen. Na, nézzük, hova kell menni. Ugye először is fölmegyünk Santa Fe-től. Hát a gyönyörű kis észak-mexikói kanyargósig. Ja, egyébként 80 játékos van jelenleg a szerverem. Ebből is látszik, hogy továbbra is hihetetlen népszerű ez a játék. Azt gondolom. Az így hétköznap este, így jó, hát nyilvánvalóan amerikaiak szokták játszani ezt a játékot. Én is ilyen félig amerikai vagyok, mint ahogy halljátok az accentből, you know. De hát azért nem tagadom meg magam, úgyhogy azért még nagy részben magyar vagyok, és ez a amerikai accentos magyar kamionosnak íramodik Amerikának egy kicsit, úgy.
Hadszoljon, nem tudom mi lesz a tempó, majd meglássuk. Üdvözlök továbbra is mindenkit a nézők között, üdvözlöm a beírós, a bátor és beírós kollégákat, nézőket. Akik persze itt megtehetik, hogy itt vannak velünk. Piros a lámpa, azt mondja. Hajnali 5 óra lesz a játékban, tehát hamarosan majd fölny virradik a The Sun. Örülök, Zsolti, akkor nem kell csalódnod, ma este van live. Az, hogy milyen lesz, majd az kiderül, de hát valami biztos kisül belőle. Megoldom valahogy ezt a livé. Jaj, zöld a lámpa, és megindul Chris Tucker Amerikába. Aj, de nagyon nyomja neki padlógáz. Hogy gyorsul ez a Bild Péter kamionja, hogy gyorsul, de nézzetek. Nem győzöm a sebességlimitet betartani. Nekem meg, ha majd tartunk, hiányzott az American Truck Simulator, megmondom őszintén. Nekem ez... Sokkal szívesebben játszanék ezzel a játékkal, ha sokkal többen játszanának vele, de sajnos nem így van. Ez van. Mit tudunk csinálni? Hát majd talán egyszer... népszerűbb lesz valamikor ez a játék. Azt mondja, hogy balra kéne menni tovább. De ki tudja mikor. Az index minden esetre ketyeg. És most robbant a bomba, ott a zöld. Mehetünk tovább. Na, gyerünk! Azt mondja, akiek esetlegesen nincs meg a Mexikó DLC ATS-be, és majd rövítek, hogy ATS, hát így is ismeritek, azoknak elmondanám, hogy az egyetlen olyan úthálózatra megyünk az egész DLC-be, ami szerintem vállalható. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon-nagyon jó vétel volt, ez a DLC az SCS-től. Megnézzük azt az egyetlen valamire való kis úthálózatot. Itt Santa Fe-től északra, amilyen jó kis hegyes, dombos, dimbes, göröngyös, kanyargós, kenyergős, kanyargós úthálózat. Kedves Gergő, hát olyan jó, hogy így beköszöntél, szervusz, neked is. Isten hozott köreimbe. MP, ja, yes, you know, this is MP. Military police, you know. Valószínűleg... Ja, Fruzsi, köszöntelek téged is, persze, természetesen. Elnézést, hogy egy kicsit ilyet úgy elfelejtkeztem beolvasni, hogy te is itt vagy. Van az úgy. Na, nézzük. Na, hogy multiplayer, látszik, hát hemzsegünk játékosokkal, tehát tele van az egész szerver. Ez azért multiplayer. Tugig vagyunk, gyerekek. Megjegyzem, hétvégén is ez van, tehát ez a játék valahogy még a népszerűségi indexnek az alján van. Hát, ez van. Akkor ennyien játszunk a hányam. Ja, utálsz beköszönni, Gergő. Hát, ez van. Majd hozzászokok akkor, Gergő. Örülök neki, hogy rajtam kívül másnak is megvan a mexikói térkép. Mármint magyaroknak. Ha más nem, akkor amerikaiakkal kell itt játszani, you know? Ez is elképzelhető. Igazából nem leszünk sokat itt Mexikóban, csak emiatt a kis göröngyös miatt kezdek itt, mert... mégiscsak... ez egy elég látványos kis hely, ha... megvirradik addig. Na, se zárjuk ki, hogy nem. Milyen napon volt, kérdezi Zsolti. Csütörtök? Igen. Akik visszanézik a live-ot, azoknak mondom, hogy ez csütörtökön van rögzítve ez a live. Ott egy röpülő, gyerekek, a bal oldalon, ha látjátok, ott megy a utasszállító, vagy mi a tököm. Nem tudom, hogy ki elajnocsonyan mondjuk nem száll. Egy Boeing 747-es, de valami ott nagyon röpködött. Kivilágítva. Egy pillanatra láttam. Na, szóval, igen, szóval a magyar kamionos Amerikában
ez a videó címe, nem sorozat lesz, csupán egy egyetlen epizódos kis bekukucskálás Amerikába, you know, és Amerikán belül kinéztem magamnak a, talán a legnormálisabb, a legvállalhatóbb úthálózatot, úgyhogy ezeken megyünk itt végig. Ennyi. Erről szól ez a kis videó, így introduction jelleggel. Remélem jól mondom, Fruzsi. Ugye amerikai accentem jó, bár nem hiszem, hogy amerikai accentbe te jártas vagy, you know, de én egy kicsit itt próbálkozok, hogy ezzel jó legyen valami kis. A helyiek ne közösítsenek itt Amerikában. Zolika! Hello! Anonymous, hát figyelj ide! Ha... pótot, tudod itt... várjál, mutatom. Anonymous, neked mutatom, figyelj. Hátod? Van egy kamion ott elől, ott villogózok is, látod? Az villog. Mögötte van egy ilyen hosszú valami. Úgy hívják, hogy pót. Hogyha azt hozol, akkor egész nyugodtan. Figyelj ide. Tudom, hogy ez nem konvoj, konvoj, amerikai sem konvoj, de... tudjátok, mi kamionosok vagyunk, aztán a pót nélkülieket az ugyannyira nem. Nem csípom. Ez az egyetlen egy feltétel igazából, hogyha így... meglátok így valakit az úton, és kamionos, és van mögötte pót, akkor hello, my friend! Aki pót nélküli, az hát... annak csak így simán hello. ez a helyzet. Krisz, vigyázz, neki mész a másiknak, annyian vagytok. Hát tudom, Gergő. Azért jöttem most csúcsidőben, hogy rengetegen legyünk. Tele van a szerver. A 80 ember. Nem is tudom, hogy férünk el itt Amerikába. Hát, ezt nem egészen Amerika, mert hát ez a 3 vagy 4 állam, amit lehet járni benne, ez nem feltétlenül egész Amerika, egy ilyen 20% Amerika, you know. Körülbelül. Ja. Úgyhogy ez van. Ó, mi az? Kurva szilver, vagy mi volt kiírva ott jobb oldalt? Hát van, hogy tábla volt. Már mindegy, valamit reklámoztak, van biztos, ami sörmárka. Ezüst. Ezüst sör. Már 25-ös úton megyünk fölfele. Mindjárt kezdődik amúgy a 64-es út. A legenda. A mexikói legenda. Köpésre van tőle 66-os út. Anonymous beírja, a pót nélkül kicsit fura lenne játszani. Igen, nem úgy ismerünk Anonymous. Nem úgy ismerünk. Szó se róla, nem úgy ismerünk. Valóban. Én kérek elnézést. Már most előre is mindenkitől, akit a mai időadásat megsértek, attól is rögtön elnézést kérek előre is. Akkor ebből nincs későbbi ebbe probléma. Na ott van, most már olvasom. Ki tudja elolvasni? Orvos Silver? Mindegy. Na, vezessünk, nem küzdé. Külső kamera, az nem kamionos versenyzés. Várjatok, már megyünk rá az útra. Néha így majd kikandikálok persze a kamionból, de hát majd szabályosan megpróbálom, hogy megállok és úgy, nehogy itt ebből izé legyen. Baleseti státusz legyen, vagy valakinek tényleg neki menjek, ahogy így Gergő is írta. Azt mondja, hogy ez a... SAUS, hoppá! Sosem fogom megszokni ezt, hogy egy... hogy nagyobb kamionnal kell menni Amerikába, mint Európába. Ezt nehezem. Nehezen szokom meg, na mindegy. 64 Road, yeah! The Mexico Death Road. Akkor a halálút lenne ebből, ha itt sokan játszanák a multit. Ez nagyon hangulatos kis hely. Bár az alaptérképen is van egy-két ilyen... szűkös göröngyös, hogy más nem mondjak a Big Sur útvonal, ugye bár you know. Ami azóta, amióta véget ért az event, a Big Sur event, amióta véget ért, azóta olyan kihalt, mint azelőtt. Mert hogy azelőtt nem is volt. Ez az úthálózat. Kár érte, mert azt hittem, hogy azért nem lesz ennyire elfelejtve. Megemlékezés jelleggel elmegyünk a Big Sur útvonalon, a Big Sur halálúton. Még a mai nap folyamán. Ha persze nem unjátok, tehát nyilván. Simán. Rég jártunk erre. Mikor volt a Big Sur? 2 hónapja? 2,5? Azóta ott nem jártam. Habár de, volt egy valami amerikai Truckers & Pick konvoj, akkor tényleg arra mentünk. Hát, ki emlékszik már ezekre?
Rég voltán igaz se volt. Mikor lesz Euro Truck Simulatorba voltos event? Hát a Truckers MP csinál. Majd gondolom bejelentik, meg lehet, hogy szólnak is, hogy van. Beléptek a játékba, ki van írva ott fölül, hogy van event, azt lehet csinálgatni. Előre szerintem ők maguk se tudják, mikor lesz. De mivel most el vannak úgyis a Truckers MP-sek is most el lesznek majd a frissítésekkel hamarosan, ezért gyanítom, hogy majd karácsonykor jön a karácsonyi ajándékos, szállítós event megint. Azt nem hiszem, hogy elmarad. Úgyhogy arra lehet számítani majd decemberben. A Mikulás szánon lehet vinni a ajándékokat rászorulóknak. Meg megint elcseszni erre jó pár órát játékba. Mi az, hogy Kalais Duisburg irány, Zsolti? Ha-ha-ha! Ezt írtad be. Hát... az a... Santa Maria... Santa Cruz... környéke ott, nyugati part, az igen. Egy olyan 2000 játékossal, mert hogy annyi fér fel a szerverre. Szerintem igen, az... De ha már csak egy 1000 játékosot összegyűlne... az Death Road lenne, you know. Azt hiszem, hogy ott tapaszós kis út lenne. Tehát, amíg ott van Kalais Duisburg, addig hát nem jövünk ide játszani sokan. Sajnos. Hány órán van ATS-ben, meg RTS-ben, kedves Gergő kérdezi. Hát, American Truck Simulatorban bizony nagyon kevés. Szerintem még a 100 óra sincs meg. Az, hogy most ez szégyen vagy nem, nem tudom elrönteni. Adjuk annyiba, hogy az Euro Truck Simulator 2 igen tekintélyes időmet lefoglalta a 100%-os térkép teljesítése miatt, például, you know. Meg a Steam-es challenge-ek hajkurászása miatt, amit a mai napig nem tudtam még befejezni. Meg ez, meg az. Konvojok lebonyolítása és szervezése RTS2-ben, nem is kevés. Szóval igen. Jelentős szabadidőmet elvette az RTS2, úgyhogy RTS-re nem volt időm. RTS2-ben már túl vagyok az 1000 órán, az biztos. És szerencsére a YouTube csatornámon pedig már túl vagyunk az 1000. feliratkozón is, úgyhogy az 1000-es szám bűvöletében telt nekem az elmúlt pár hónap, pár hét. Úgyhogy ja, elbózkodtam az RTS-re. Hát mondjuk RTS-ben már szinte tényleg egy-két ilyen Steam-es challenge-en kívül, szóval már mindent elértem, amit akartam. Vissza lehet nézni a munkásságomat itt a csatornán, akit érdekel. Peterbilt-es kormány? Persze. Bild Péter nevű magyar feltaláló tervezte. Innen is üdvözöljük. Sok szeretettel. Asonja, most ez a jó kis kanyargós, oda nézzetek. Kedves Bazsi, amúgy köszöntelek. Mi az, hogy billentyűzetes? Tettél fel egy ilyen kérdést, hogy billentyűzetes? Ugye nem az, amit kérdezni tetszik. You know? Csak mondom. Mert az vicces, ha azt kérdezed, az tényleg vicces. Gyere utánam, Kareszka, ahol tetszik. Itt a kanyargóson vagyok, Észak-Mexikóban. Mindjárt megyek a hidas részre le. Aztán onnan már csak egy ilyen köpés Grand Canyon. Tudtam, Bazs, hogy ez a kérdés, tudtam már, de... Hát igen. Nem tudunk mit csinálni. Mindig megkérdezitek. Hát figyelj, kedves Bazsi. Mondjak. Tippelj, mivel játszok.
Itt alattam egy kicsit elrébb, ha nézel, ott van egy az imént említett Bild Péter magyar feltaláló által tervezett kormány. Ha így vesszük, kormánnyal játszok. Úgyhogy válaszoltam szerintem a kérdésre. Ennyi. Virtuális pacsi, igen Bazsi. Innen is. Na, az első Kovács kollégám megérkezett. Ja? Aztán vagy Gerő. Bocs. Csak a Gergőt láttam. Nem tudtam írteni, hogy Gergő Kovács. Akartam is mondani, Kovács kollega 2, te vagy a Kovács kollega 2. Majd a originál Kovács kollégát is várjuk, mert azt mondta, hogy majd benéz. Épp ráér, ha minden igaz. Nézőként csatlakozni hozzánk. Innen is üdvözöljük és várjuk sok szeretettel. Na, hát sok sikert a billentyűzetes. Billentyűzetes kollega! Akkor így pacsi. Így virtuálisan billentyűzetes pacsi kollega, igen. Nem is... Ne, ugye azt írod, hogy nem vagy zseni, nem kell hozzá zseninek lenni. Nem úgy kis gyakorlás, nem tudom mióta játszod a játékot, kedves Bazsi, de kis gyakorlás, azt menni fog. Vagy ha nagyon nem, akkor menni kell egy kormányt hozzá, próbáld meg kormánnyal, hát. Nem ítéljük el azt, aki kormánnyal játszik. Csak tőlem ne kérdezzetek meg százszor, mert arra én harapok. Másfél éve, basszus. Ha nem kaptam meg minden live-ba egyszer legalább ezt a kérdést egyszer sem. És akárhány videót csinálok ezzel, és akárhány videóba mondom be. Igaz, hogy valamiből már kivágtam, mert már én magam is untam. Jutólag. Tehát nem az élő adásból vágom ki. Ért? Nehogy valaki azt higgye. Utólagos munkákat vágok. Utólagos munkákkal távolítok el dolgokat a videóimból, mert sajnos muszáj. És akkor így... Valóban nem mindig hagyom meg benne, hogy kormányjal játszol le vagy billentyűzettelem. Kovács Dezső bácsit majd akkor üdvözöl Zsorti, ha esetleg megjelenik. Addig csak így virtuálisan üdvözöljük. Meg nem is feltétlenül megszokás, mondom, hát kinek mi a kényelmes vagy, én nem is tudom. Üdvözlöm a Richard Kutasi urat is. Körünkbe. Welcome here. This is America. Now. Krisz bratyó, Jézusom. Gábor. Beköszönt. Üdv Krisz bratyó. Na jó, legyen. Akkor leszek bratyó. Végül is. Ha te így gondolod. Vájék egészségedre, én is üdvözlöm, kedves asztalos, műves kollégánkat is köreinkben. 92%-os a... Melyik térképet? Mert most American Truck Simulatorba nyomom, you know. Melyikre gondolsz, kedves Richard? Harmadik Richard. Harmadik Richard. Belassítani kéne, mert itt az limit van. Csak jelzem. Kanyargós. Jön. Nekem van egy kormányom, de féktengelyes az RTL-ben, valami baja van. Hát... Az nem. Zsírozz be egy kicsit! RTS-ben, gratulálunk, Richard! Én az RTS-be kiégtem. Te hogy bántottál meg, Gábor, csak hülyéskedek. Direkt úgy megtiszteltetés, hogy bratyónak hívsz. Én már annyi nevet adtatok már nekem, akár pozitív, akár negatív értelemben, de másfél év alatt, hogy nekem a brotyó az már kimondottan megtiszteltetés. Azért mondom. És most hagyd ne kelljen felsoroljak példákat, hogy milyen neveket aggattatok már rám, milyen bece neveket. Jaj, kanyar, 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 közben kanyargunk jobbra. Clayton! Hey, Mr. Clayton! Hello! Hello, Földi! Clayton az ilyen amerikai név amúgyis. Hol van Brian? Frácok, keresjük elő Brian-t, ő az igazi amerikai Brian. Az abszolút
Persze örülök neked is, Clayton, nehogy szó éli a ház elejét, meg a hátáját, hátulját se csak. Viszont ha már egy összegyűjtünk, skacok, mit szóltok ehhez az időjáráshoz? What the fuck is this weather? You know? Ugye most itt a magyarországi időjárásról beszélek, mert most épp itthon vagyok és játszok. Ugye... Ez csak a napló kedvéért mondom be, mármint ugye visszanézhető lesz valószínűleg a videó. Szóval... Szeptember 13-a van, zárójel, 2018, zárójel bezárva. Tudom, hogy van egy ilyen... Úgy nevezik, hogy vénasszonyok nyara. Tehát Old Madame Summer, you know? Szóval... lovak. Hello, cow! Hello! Hello! De jól el vannak. Na, szóval... köszöntöm Monót, igen. Monó például az egyik ilyen nagyon kedves becenevemen szólít, hogy kopasz. Üdv kopasz, hello kopasz. Üdvözlöm hajas baba. Hát akkor már, ha már nyaljon már vissza a fagyi. Valószínűleg egy darabig nem kell fűteni, Gábor, igen. Szóval szeptember 13-a van, srácok. Ó, arra nézzetek. Miss Fanny Blah. Hello! Hello! Have a good journey, hello! Good hi, friend! Good... Hi! Tudtam, hogy valami... Mr. Deutsch, ura? Absolutely, mister! Akármit is mondta. Na, vannak játékosok, you know, csak mondom. Nem sok, de akad. És még mindig Mexikóban vagyunk, you know. Na, csak befejezem a mondatot. Szeptember 13-a van, you know. Vénasszonyok nyara, oké. Okay. Aláírtam. De a vénasszonyok nyara, az talán nem azt jelenti, az én megfogalmazásomban, hogy délután, mintegy 2 óra magasságában 33,2 Celsius fok legyen. Talán egy picit sokallom ezt a hőmérsékletet. Én személy szerint azért mondom, hogy nem tudom, írjátok meg nyugodtan, hogy ti mit gondoltok, egyébként Gábor, köszönöm szépen. Szóval... Szóval ez egy olyan vénasszonyok nyara, ahol a vénasszonyt bedobták a pokolba, szerintem. Mert ott lehet, hogy ilyen hőmérséklet van, nem tudom. Nekem ezek kicsit olyan sok. Too much. Nekem, de hát... Igen. Kicsit megőrült az időjárás. Nem tudom. De lehet, hogy télen is majd ilyen időjárás lesz. A franc tudja. Az én fejem fényesebb, mint az én jövőm. Monó beírását olvastam vissza. Így kell értelmezni. Nagyon köszönöm. Nem gyöngyözik, csak... Alkám alapul ilyen. Amerikai kopasz fejem van, nem tudok, hogy csinálj vele. Hát most... Nem tudok, tényleg. Mit lehet tenni, gyerekek? Halihó, Balázs, halihó, bárki, aki itt van most velünk, csak nem ír be, mert szégyelli. Köszöntünk mindenkit. You know, Farmington, you know, itt van a Farming Simulatornak a szülőföldjéhez érkezünk közben. Itt laknak a Farming Simulatorosok. És innen is üdvözöljük Stupil papát is, aki szintén itt lakik valószínűleg. Majd beintünk neki. Jó értelemben beintünk neki. Komolyan van kapcsolat magyar ember és Péter Bült között? Van. Kedves Bazsi, van. Ő találta föl azt a márkát. És így hívták, hogy Bült Péter. Tessék. Utána nézni. Illetve hát nem kell, mert most már árultam. Már fölösleges. Szóval, ja. Itt a szomszédunkban, annak ellenére, hogy csütörtök van,
Meg annak ellenére, hogy gyakorlatilag az ősz már javába kéne, hogy tartson. Annak ellenére grill party és medence party van itt. Lettük a szomszédba. Vicc. De az időjárás az maga a vicc. Gondolj bele, Krisz, írja Mono. Folytatom. Még jó, hogy nem esik a hó. Ilyen melegbe havat lapátolni. Pont átváltott zöldre, láttátok? Megéreztem. Direkt nem lassítottam. Én programoztam be a szemafort, vagy mi a szart. Tudtam, hogy átvált körfékezni. Ja. Szóval, Farmington City, you know, jobbra. Itt van Farmington egyébként. Tulajdonképpen lassan elhagyjuk Mexikót, ha bárkit is érdekel, már pedig én szerintem igen. Szóval, hamarosan elhagyjuk Farmingtont. Aztán... neki leálltunk megközelíteni a The Grand Canyon-t, mit szóltok? Ilyen látvány, látványos helyet. Itt van ez a gyönyörű kis patakocska itt jobbra-balra, folydogálódva. Tankolózási még nem kell. Azt mondja, így van, a gallonnál lehet tankolni. Ez viszont már tényleg piros. Mögállunk. Az igen, arra nézzetek, ezt elolvassuk, ami piros. Ezt a fasságot, gyerekek! Ekkora hülyeség! Istenem! És ez ki az, aki megnyeri, de most tényleg? Na. Nagyon csábító az a plakát, de... ebből a kaszinóban nyugodtan gyertek játszani, hát itt... minden hónapban olyan dollár százezreket tudnátok nyerni, ha nálunk játszanátok, hogy Jézusom... Farmingtonban szerintem jó nagy kamusok élnek, ha ilyen táblákat képesek csinálni. Hát, ja. Ja, köszönjük szépen, Bazsi, hogy betekintettél hozzánk, természetesen várunk legközelebb is, ha úgy adódik. Megpróbálok itt lenni. Úgyhogy te is itt legyél. Ajjajj, piros a lábba, baszki, jól megyek, hát mi van? Nem túl szabályos, de megálltam, rendőr úr. Egy kicsit körülnézzünk itt, mi újság van. Micsoda? Már megint mi ez? Annyi ilyen hülyeség van, ma a zöld nem érdekel. Logans, hunting, camping, fishing. Azt a kurva, majd minden. Campingelhetsz, horgászhatsz, vadászhatsz, bármit csinálhatsz, amit akarsz. Sorry, már benne voltam a forgalomba, átmehetek. Speed limit 35. Ismerős. Ez volt a születésnapi tortámon, idén. Speed limit 35. Ugye, Fruzsi? Pont ez volt. No. Ráfordultunk akkor erre az útra. Üdvözlöm Gammer banditát is. Üdvözlöm. Üdvözlőjük innen Amerikából. Az ügy, mehetünk. Reggel, amikor jöttem haza, hallottam, hogy mondják, hát délután lemehetek a tóra fürdeni. Szeptember közepe van, bakker. Nem mondtak hülyeséget, Mono. Mono. Nem mondtak hülyeséget. Ez egy ilyen szakma. Kovács Dezső úr! Megérkezett köreimbe, jól van! Honnan írsz, kedves Kovács Dezső úr? A Balatonról legalább? Körülbelül olyan jó idő van. Max ott kéne ilyenkor lenni. Páré. Nem, csak egy kis... rosszul vettem a levegőt. Szóval, ja. Vénasszonyok nyara. Átmegyünk a hídon. A híd túl messze van, azt mondták nekem. Csak ide értünk. Már vágom is be az indexet. Autómosó, dinner, pizza.
Pizza? Úgyis piros a lámpa. Hol van itt pizza? Hát... Amerikában vagyunk, de nem érdekel nekem. Ott a... Ide kell jönni? Hota burger! Ide visszajövünk majd. Levittük a fuvart. Burgers, hot dog, sandwiches, pizza, dinner... Dinert is kérek. Egy jó hamburger. Ilyen emeletes. Vékony tésztás. Gazdag feltétes pizza. Utána egy jó dinner. Jó, finom lesz. Egymás után ez lesz a vacsora. Hát de, és aztán még beugrok ide balra a szupermarketbe egy kis folyadékért is, hogy leöplítsem ezt a sok-sok amerikai egészséges és abszolút nem káros finomságos. Jó. Terminátor úr, üdvözöllek. Természetesen. Alsolja. Bevisztek minket ide a izébe. Sziklák közé. Szép motorfékkel legurulunk. Nem nyomok neki semmit, ha... Hagy guruljam. Dezső bácsinak csak én szólítatom, Zsordi. Már nem haragszok. Nekem már Dezső bácsi van, régóta ismerjük egymást. Zsorti, neked még csak ilyen... Majd kitalálsz valami. Miért nem mehetnék, ha jó az idő és még a tóvíze is jó írja? Miért nem mehetnék? Szerintem nagyon sokan most éppen a... az élőadás is onnan nézik a tó kellős közepéről. Úgyis közeledik a hétvége, ki kell használni, le kell menni a Balatonra még egy turnusra, megenni a maradék fokhagymás, meg tejfölös lángosokat, nehogy rájuk rohadjon. Jövő nyáron azt szolgálják föl, meg azt sütik ki. Azért gyorsan még a megenni a maradékot előlük. Hát Gergő majd Dezső bácsi ezt majd értékeli, hogy mennyi szebben írtat, hogy Dezső bácsi. Áll van. Jaj, tényleg ez? Köszi, hogy írod, Lorminátor. Föl se tűnt, hogy átállítottad magyarra bilencsőzetet. Arizona, ó! Oh! Ez a csipogás, ez a vérnyomásmérő. Magas a vérnyomás jelzi. Úgyhogy nem állok meg, ne haragudj. Sietek! Majd legközelebb! Egy darab lángost evett egész nyáron, Gergő. Jó, neked, én egyet se. Nemrég az egyik élőadásba kuncsorogtam. Egy lángosért nem kaptam meg azóta se. Mit tudok még csinálni? Dezső bácsi, mert nyaralni se volt, tessék, itt írja. Ez a magyarok sorsa. Én is csak most így nyaralgatok, így ilyen after summer tartok én is így Amerikába, most sikerült eljutni Amerikába egy kicsit. Ez van. Hát mindenki jut el, ilyen helyekre. Na, Kayenta! Az indián rezervátum felé közeledünk, aztán utána már közeledik a Grand Canyon. Csak hogy egy kicsit a játékkal is azért foglalkozunk, hogy mit láttok itt, mert... Ez van. Rendben, bandita! Abszolút! Szerintem Dezső néninek nagyon örülne Kovács kollégánk, de majd úgyis ezt majd megírja, ha jó kedvében van. Drink, drive, lose! Ki volt írva táblára. Kovács kollégának meg innen is üzenjük, hogy tessék már megjavítani a izét. Tracker szempít, ugyan már. Most azért nem tud velünk jönni Kovács kollega, mert neki nagyon-nagyon nem működik ez a multi. ATS-ben. Úgyhogy... Az a Tracker szempínek is üzenjük, hogy oldják meg a
Dezső bácsinak a accountját. Tudjon már újra játszani RTS-t, mert nem lesz az így jó. Hölgyek, urak. Nagyon nem lesz az így jó. Ez így nem fair kollégákkal szembe. Na. Ette Anonymous-unk-e? Itt bujkál, úgyis meglátlak. Mondtam én, ott az Anonymous, oda nézzetek. És ő is póttal jön, oda nézzetek. Nem semmi. Nekem csak ilyen béna dudám van, de... Jó utat kívánunk Anonymous-unknak is. Innen is üdvözöljük. Nem bannolták Kovács kollégát, hanem nem működik neki. Valamiért, és azért nem értsük az okát. A regisztrációját nem érzékeli. Innen is üzenjük akkor a truckers mp.comoknak. Kovács kollega nevű felhasználó tessék visszaadni nekünk a játékba, RTS-be, mert nagy világ lesz, ha nem kapjuk vissza. Így, ebben a formában. 160 a shoot. Jól látom. Jól látom. Na. Akkor arra megyünk. Hát Kareszka, ennyit azért nem késett a live. Kérdezte, hogy Farmingtonba vagyok-e. Nem. Nagyon nem. Vagy tényleg ennyit késik a live? Én már nem mondok semmit, mert... Ki tudja, hogy ki némi van. De tényleg akkor, ha ennyit késik a live, akkor ott az... Internet problémák vannak. Vagy kapcsolat problémák. Connection lose. Valami ilyesmi. Szóval már Kajentát is elhagytam. És Page város alatt vagyok. Gyakorlatilag innentől a lap térképen. Hát az, hogy neked Bandito nem késik, az egy dolog. Nem mindenki ilyen szerencsés. Meg nyilván muszáj egy kicsit késnie, mert... Ki kell sípolnom, hogyha bazd megolok. És már figyelnek rám a... Odafönt figyelnek rám. Nem adnak lóvét a YouTube csatornámra, ha káromkodok. Úgyhogy ha nem adnak lóvét, akkor innen is basszák meg. Neked sem késik? Na hát, Zsolti. Ti tudtok valamit. Biztos valamilyen űrkorszak technológiájú internetetek van. Vagy lopjátok a netet, még azt is el tudom kérdezni. Bármi megtörtént, de hát az annyi semmi baj. Jó, nektek ti bármit megtehettek. Én nem lophatok semmit. Én... Nekem a pofámba világít így a fény. Reflektorfényben vagyok, úgyhogy én nem lophatok semmit, nem mondhatok semmit. Mert szó éri rögtön a ház elejét, ha valakinek beszólok. Nem szabad nekem semmit se csinálni. Én hátra van kötve a kezem, csak úgy nehezen tudok kamiont vezetni. Sajnos, úgyhogy... Virtuálisan. NASA gépről vagyok, és fél perccel előrébb látom az adást. Tekerd a végére, Clayton! És akkor már ott vagyunk, azt nem kell tovább live-ozni. Akkor gyorsan letudjuk ezt a mai két órát. Két és felet. Amúgy vicces lenne, ha tényleg lenne ilyen technológia. De űrgolyók be, hogy... Hát... Még le sem ment a live, de már a végén vagyunk. Mármint, hogy... Kicsit át... Santa Fe? Kareszka? Te biztos ezt a live-ot nézed? Onnan indultam Santa Fe-ból. Ne visszatekerd a live-ot! Előre megyünk, Kareszka! Nem visszafele megyünk, előre. Santa Fe-ból indultunk. De nem tudom már, mit mondjak még. Grand Canyon. The Grand Canyon. Üdvözöljük Dávidunkat is, köszöntjük. Szóval... Ne visszafele nézd a live-ot, előre. Ne tekergesd. Bár te tőlem aztán tekergetheted, ahogy akarod, azt csinálsz, amit akarsz, nem? Hogy már én mondjam meg, hogy te mit csinálj. Mert azért is kapok a pofámra. Lehet a jövőbe utazni, persze, tudjuk. Vissza a jövőbe, tudjuk, jó kis film volt. Ki is próbálnánk a szétszentség egyszer, biztos. Meg is lenne a következménye, az biztos. Gondoljátok bele, ha utazhatnánk előre a jövőben, már egész Európát játszhatnánk RTS 2-ben, meg egész Amerikát. Sőt, lehet, hogy Dél-Amerika is kész lenne már.
Csak ahhoz egy olyan 500 évet kéne előre ugrani, de hát ez nehéz lenne megoldani, hátha. Egy kurva nagy időképet kéne csinálni ahhoz, hogy egész Európát meg Amerikát be tudjuk járni. RTS-be vagy RTS-2-be. Én inkább a mondó vagyok, hogy az SCS szoftver is inkább egy időgépet fejleszten, ne a térképeket. Amivel tényleg előre tudnánk menni egy 500 évet. És akkor már nem lenne ilyen problémánk, hogy DLC, meg hogy mikor jön ki, meg mikor jön ki, ahogy jön ki, és mikor, és egyébként is, tehát még nincs még kész, szóval ez jobb lenne, nem? Killódunk itt évekig itt killódunk egyfolytában évekig csak killódunk, hogy mi van, meg hogy van, és miért nem, és különben is, és miért nincs kész. És miért úgy van kész, ahogy kész van, meg miért nincs kész teljesen, meg stb. Minden tudóst innen is üdvözlünk, aki időgépet fejleszt, siessetek! De még a mi életünkbe szeretnénk játszani teljes Európában RTS 2-t és teljes Amerikában RTS-t. Nagyon köszönjük! Innen is. Ha kell, innen is küldünk donétet a időgépfejlesztőknek, ha csinálják. Rajta vannak, Gergő, remélem. Mármint az időgépem. Akkor van esély rá, hogy talán egyszer tényleg kész lesz valami. De hát mindegy, hát figyeljetek ide, nem rohanunk sehova. Szerintem. Nem igaz? Ráérünk, ráérünk arra még. Jövőre igen, talán kijön az 1.32, hogy Bandita írja. Így van, nem ráérünk mindenre. És tényleg hova rohanni? Hát a tudósok hamarabb kész lesznek az időgéppel, mint az SCS egész Európával. Hát magam nem mondtam volna jobban. Ez így van, nem kerget a tatár. Hát azt kéne még, hogy kergessem. Kergetek engem épp elegem. Nem működik az RTS. Továbbra sem, Dezső kollégának nem tudom, hát igen. Meg lesznek ott pofózva, Dezső bácsi, rajta leszek, meg lesznek pofózva. Reportolni fogom a Tracker Sampit, figyeld meg. Add meg az ID-det. Dezső bácsi, add meg az ID-det. A player, mi az Isten? Player infódat add meg, számsort, azt elküldöm nekik, hogy ezt a player infót, ha nem rakjátok vissza, reportolva lesz a komplet ez, Tracker Sampit. Minden estül. Nem valószínű, hogy összeszarják magukat ezután, de meg kell valami, majd próbálkozunk. Úgy, 60 MP. Há, jó lesz. A romlott tatár nem kerget? Csak hajt. A fétszegcsek. Szerintem ezt az írta be, kedves, mindjárt visszolvasom. Hát ki más írta volna, mint Kovács kollega? Szóval ezt az írtad be, mert te már előre röhögsz, és előre várod azt, hogy mikor fogok fisifosit kapni élőadásba. Arra vártok, hogy mikor szaladok ki a képernyőből fisifosizni. A rohadt életben, hogy miért ilyen széles az a kurva amerikai kamion. Péter! Milyen szar ez a kamion? Megjöttük a Grand Canyonhoz, hölgyek urak. Hi-hi-hi. Stop tábla, igen, megálltam, persze, jól láttátok. Na. Leszek is látnivaló is, csak hogy ne unatkozzunk. Ott van már, ott van már, jobbra látok valami. Hopp, meg is nézzük, jó? Itt szoktam fönnakadni ilyen szűk helyeken úgyis. És akkor lehet majd beírogatni, hogy ha-ha-ha. Nem tud vezetni! Ha ott a helikopter! Figyelj, ott a helikopterem! Helikopterrel jöttek, értem. Na! Jó lesz ez! Tudom, hogy ezt már láttátok, már élőadásban is már beadtam többször, de hát ha valaki esetleg lemaradt, akkor itt a lehetőség bepótolni. The Grand Canyon! Jó napot kívánok! Beszállhatok én is helikopterbe? Be lehet amúgy? Nehéz, de be lehet. Helikopter, FPS. Ez jó lenne. Na, lelassítom úgy, hogy jó legyen. De nem mozogja. Úgy. Na. Ő fog darálni a rotor, az a baj, be fog darálni. Ezt örülhettek, mert sokan azt akarjátok, hogy bedaráljon egy ilyen rotor. Mindenkinek szeretnék örömet okozni ezzel a live-val. Húha. Jó, akkor mozogja.
úgyse ez a lényeg, hanem a látvány, nem igaz? Na ez szóval, na itt a kert! Lássátok, Grand Canyon. Így néz ez ki, nem csúnya amúgy. Természetesen ez is alaptérkép, hát DLC-ben ilyet úgyse kapnánk sose. Mert hát az csak kiegészítő. Minőséget nem kell várni. Hát ez gyönyörű egyébként. A jó öreg Grand Canyon. Grand Canaria. Amerikai módra. Ameddig a szemmel lát szikla, szikla és szikla. Ha pedig egy kicsikét arrébb megyünk, akkor megláthassuk az én kamionomat is ott a háttérbe, meg a Lord Minator urat. Anonymous urat, igen. Mikor éppen ki van ott. Te hülye! Azt se tudod, kivel játszol! Te hülye! És tényleg nem. Na, szóval ez a Grand Canyon. Remélem mindenki elélvezett. Mi nagyon. Orgazmus élő adásba. Úgyhogy mehet az, ez már így, ahogy van ez a 5 perces rész, mehet rögtön föl a youporn.com-ra. Nya. Akkor ez volt a jó öreg Grand Canyon. Szakadjon rá a helikopteresre, a Mester Gerenta. Jó, van akkor. Azt nem értettük, Clayton. Miért írta be, de minden esetre? Megemlékeztünk, igen, a Félim Meddig Lord Minatorról is. Szellemképben ő is itt van velünk. Nya! Mi pedig megyünk akkor itt a... valamiféle amerikai úthálózatom. United States of America, you know. Nagyon piros a lámpa. Igen. De most itt építkezés van, vagy nagyon rossz sebb? Hát senki nem építkezik. Csak föl van túrva az út. Persze itt még munkások sincsenek, az LTS-be legalább beraktak olyat, de itt még az sincs. Nincs akinek reklamálni lehessen, hogy mi a fasz van. A rohadt életben. Na mehetünk. Hatalmas forgalom jött szemben, úgyhogy érdemes volt megállni. Nem! Köszi Clayton! Köszi! Jó! Persze, hogy fönnakadok. Én mindenhol fönnakadok, baj. Vehetés technikailag ott vagyok. Hát tudjátok, ezek ilyen így is szélesebb kamionok, meg emígy is hosszasabb is, meg szélesebb is. A franc tudja már követni. Hol ilyen hosszú a kamion, hol olyan hosszú? Á, se tudom, mi van. Hát ja. Egyébként innen is... emlékezzünk meg a... Igen, azokról is, akik Koleszban, tehát ilyen kollégiumban vannak éppen, és ott a Colinet az... Nem, itt nincs éppenséggel a helyzet magaslatán rendszerint. Szóval... Legyenek már olyan kedvesek a... Ezek a... Tudjuk, hogy nincs pénz ilyenekre, tudjuk. Tudjuk, hogy az oktatási rendszer az milyen istentelenül van támogatva ebbe a nyüves országba. Tisztában vagyunk vele. Igen. De ha csak egy mód van rá, akkor spórolják már össze, hogy a kollégiumokban egy kicsikét magasabb szintre emeljük az internet sebességet. Innen is megtettem, amit tőlem telik. Bízunk benne. Mi a fasz van a... Mi a fasz bajotok van? Mit csináljak a fejemmel, bazd meg? Mi van? Nem bizzadok. Csak fénylik, bazd meg. Faszom, hogy mi van? Kopasz vagyok, igen, bazd meg. A kopaszoknak fénylik a fejem. Mit csináljak vele? Ágjam le. Sokan szeretnék, hogy levágjam a fejem, de hát akkor írjátok be legalább. Aki azt szeretné, és akkor szívesen élőadásba fejlevágás. Csinálhatunk ilyen Alkaida live-ot. Csak fú, bazd meg, ezt nem kellett volna kimondani, mert... mindjárt lekapcsolják a netet nálam, meg a élőadást, egyből ilyeneket mondok. Kiejtek bizonyos szavakat. Na mindegy, most már passzhatjuk, majd utólag vágunk. Szóval na! Fénytechnikát kell használni, mert különben laggol ez az Isten verte fejem itt a webkamerába. Mit csináljak vele? Sötétben nem tudok lenni. Megvakulok.
megvakít a monitor így a szemembe, hogyha sötétben vagyok. Mi a faszt kezdjek akkor magammal? Ez van. Nézzétek, ha nem tetszik, nézzétek a hajas babáknak a live-ját. Azok is szoktak kamionozni, nők. Igaz, hogy nem feltétlenül magyarok, de külföldiek szoktak. Azok tele vannak hajzattal. Vagy ennyire hajhiányotok van, akkor... Nézzétek meg sokszor egymás után a Hair című filmet. Vagy küldjetek annyi donétet, hogy tudjak belőle venni egy RTS2 baseball sapkát, igen, ahogy Zsolt is mondja, igen, kérek sapkát. Egy RTS2 baseball sapkát, hát... Csak avval fogok live-ozni, és akkor nem zavar titeket az a kibaszott kopasz fejem. Kibaszott kopasz koponyám. Na, ez figyeljétek. Hármas alliteráció. Kéj. Véletlenül pont. Na. Átszámít, ezt túltárgyaltuk. Fésüljem, megírja Clayton, köszi. Jó, annyira ügyesek vagy. Jók ezek a... Mire valók az élőadást nézők, hogyha... Nem ötletek adására, hát ez van. De az zavart titeket rohagyjak, mert lekapcsolom a webkamerát, ne ezen múljon. Ezt megoldjuk. Na mindegy. Flagstaff. Erdejében vagyunk egyébként. Küldesz hajat, Lord Minator? De minek? Csak kérdelem. Higgyétek el, hosszú hajjal, vagy ilyen... Nem tudom milyen hajjal... Még többen utálnak, mint most. Én szerintem. Vagy kevesebben félnének tőlem. Nem tudom, melyik a jobb. Hát, azt tudja. Igazából tök mindegy. Nem adok neked beceneves, Zsolti, ez... Majd adnak neked a nézők, ha akarnak. Én nem. Itt megalszok mindjárt itt a motelba. Flagstaffi motelba. Itt van valaki amúgy Flagstaffba. Sirén itt van például. A Kareszka, tessék, ez az. Aki itt írom. Ugye, hogy megtaláltál, kedves Kareszka. Látod, megy ez? Olyan nehéz ez. Flagstaff City, European Server. Mert hogy Amerikában vagyunk, de European Server van. Ott legalább van talán 90 játékos. Jó esetben. Gyere, Kareszka, erre megyünk. Keresd a pöttyöket az izén. Térképen, direkt lassan megyek. Szerintem hosszú fekete hajjal még jól is néznél ki, írja Mono. Kérdés az, hogy most nekem mi lenne a cél? Hogy akkor neked egyedül tetszek, vagy a hölgyeknek tetszek, csak, vagy senkinek ne tetszek, az körülbelül most ott tartok, és vagy pedig az legyen, hogy talán azoknak is elfogadható, inkább elfogadható legyen a búrám, akik azért néha így benézegetnek hozzám. Több lehetőség, több opció van. Majd itt mindjárt a hölgyek itt majd összevesznek rajtam a chaten. Ez egy jó opció végül is, tehát... Ez egy tök jó dolog, hogy így forra chat, legalább az én kopasz fejemen vitatkozunk. Hát, itt tartunk. Magyarul akarom üdvözölni. Amerikába. Hello, Hozzi, hello! Úgy lehet, hogy is mikrofonja. Én inkább hanggal üdvözlök, nem dudálással, mert... Dudálhat azért is, mert nem ég a lámpám, vagy indexelek. Azért inkább én szoktam így üdvözölni. Na mindegy. Jó, rendben. Jó van, Dávid, jó van. Igazad van. Most előadom azt, amit te beírtál, jó? Hosszú fekete haj! De sukár ez a... Hát ide csaj jön, ugye? Hát figyeljetek ide! Tudjátok, hogy átmehetünk Cajosz live-ba? Ezzel nekem az égvilágon semmi bajom nincsen, csak én félek a reakcióktól, tudjátok, az új nézőktől, hogy ők ide kapcsolnak véletlenül. Előfordult már ilyen, hogy új néző is jött. Ezt meghallja, hogy itt ez mi folyik, itt ilyen... Egyszerre pedofil, homoszexuális tartalom folyik a csatornán. Ez lehet, hogy többet nem jön ide. Yeah, igen. Jesus, igen. Jézus,
Vagy Hey Zeus, mint a Die Hard 3-ba. Ezt írt a Begergő. Jesus. Jesus. Gergő. KDD-től megkaptam, igen, a szokásos szívecskét, köszönöm szépen. Erre mit lehet mondani? Az is már egy előny, hogyha legalább pasik küldenek nekem szívecskét. Már megérte ezt a csatornát üzemeltet. Már előrébb vagyunk. Még jó, hogy nem vagyok ott, akkor milyen karikát kéne kirakni, írja Dezső bácsi. Verderon? Hello, Verderon! Jaj! Láttalak, ott voltál a domb mögött. Láttalak. Mi van? Hát ez nem amerikai volt. Ez nem amerikai volt. Ennek máshogy kellett volna köszönni. Mint az a hódos csávó az interneten. Az a hódos kamionos, nem tudom, ismeritek-e. Aki így üvöltözni szokott, ő. Hey! Hello! Hello! Én is így fogok most már izélni. Jön valaki szembe. Jó, Anonymous. Üvöltözni fogunk, akárki jön szembe. Ja, lehet, hogy neked nincs mikrofonod. Blyan? Én mondtam. Így kezdtem a live-ot, kedves Mono. Blyan. Ekte amerikai és nincs itt velünk. Nagyon sajnáljuk. Nem kapok money-t, azt mondja Gergő. Megint zseppénz kell, a kukunyerbáljak anyámtól. Kurva életben. Nem baj, anyám úgyis küld mindig donétet, úgyhogy le vagytok szarcsizva. Kurva életben. Félik még ez a kibaszott homlokom? Csak kérdezem. Kérek visszajelzést, mert élő adásban ide mindjárt meghívom a Hajas Lacit is, azt majd lefodrászol. Mindjárt rak ilyen beröntést, vagy mi a szar, berakat nekem hajat. Nehogy kedves nézők azok. Ja, köszönöm szépen Orbinátornak és Zsoltingnak is, a Zsoltnak, bocsánat, hogy félreérthető legyen. Pláne ilyen hangon. Szóval köszönjük szépen a szívecskéket, igen. Vettem a piacon egy szájkosarat, pedig még csak kutyám se volt, azt a feleséget szájára is rátettem, hogy ne ugasson vissza. Ezt nem kellett volna szerintem beolvasni. Kurva életbe. Ne. Clayton írta, azt hittem valami jó, de aztán kár volt. Nem baj. Fenébe. Beöntést. Igen. Most mi a bajod a beöntéssel, kedves Mono? Még nem kaptál sose? Nem olyan rossz az. Jó helyre kell kapni. Persze, jó, a spontaneitásnak is megvan a maga szépsége, hogy nem tudod, hogy hova jön. Ez igaz. De van, amikor úgy, tudod, van hangulatod hozzá, és akkor mondod, hogy ide kérem. Ide lőjetek! És ez mindenkinek szól, tehát ha így van, a chatfal él, ugye, tudom, hogy nem él, de már statikus, de igen, működőképes, inkább úgy mondom, hogy ezügyben is igen, bárki, bármit, nyugodtan, ide lőjetek, chatfal életben van. I'm in life, live-ba vagyunk, lehet osztani az észt a chaten. Igyekszek mindent beolvasni, most én olyan hangulatban vagyok, úgyhogy nyomassuk. Mi a neved, Latol? Csak egy közben visszafelé is kell olvasni, mert szerencsére nagyon sokat írogattok. Persze nem mindig jó, de most kivételesen. Most mi a baj, kedves Gergő? Beír, hogy mi a szent szar. Ne káromkodjunk már a cetten, legyetek olyan szíveszek. Ha én sem mondhatok bármit, akkor ti sem mondjatok. Legyetek olyan kedvesek moderálni magatokat, mert bannolgatás lesz. El lesztek fenekelve ott a cetten. Csihi puhi lesz. Csak van, akinek ez tetszik, és akkor már nem puhi lesz, hanem megkeményedik, de most ebben nem menjünk bele. Megmutatom neked, Lorminátor, hogy kell, igen. Miről van szó? Mert már annyi felem... Van itt valami élőadás, amit csinálnom kéne, aztán mindig elterítek a szót ilyen mász vele. Meg itt vannak ilyen kanyargok, az kanyar
kanyarok az úton. Azok is át... Braxiu! Hey, hello! Braxiu! Good journey! Ez most megijed, ha meghallja. Kingman! A királyok férfia. Nem hiszem, hogy ezt jelenti. Igen, hát szó szerinti angol fordításban a király férfi. Na. Az vagyok én. Mondjuk. Azt hiszem. Mit osztanak itt? Kérdezi Monó. Hát, ostját. Majd vasárnap. Negyedik Krisz papa osztja az ostját. A templomba. Mivel ész nem tud osztani, ezért csak ostját tudok osztani. Tudjátok, ilyen Oreót. Dupla krémest. Monónak dupla krémest. Ő biztos azt szeret. Hú, jobbra kanyar lesz közben. Hol vagyunk? Ja, most mondtam. Ajaj! Anonymous kollégánk szerintem meg valahol fölfordult. Nem nagyon. Köszönöm szépen Monó a figyelmeztetést. Motor City-be vagyunk. Innen is üdvözlőjük Anonymous-t, bárhol is adta meg magát. Ú, itt van szemben ez a kedvenc hamburgeresem. Nehéz eldönteni, hogy most ott kajázzak el, ott, ahol elindultam, vagy itt. Mégül is. Rest Area, ja, itt kezd volna befordulni, egy burgeres. Jó kis burgerező. Nézzük meg közelebbről, mert érdekel, hogy ki vannak kiírva árak. Csokolom! Aha. Azt a, hát ez nem túl... Vagy lehet, hogy le van véve a grafika, azért nem látjuk, nem tudom. Nem látjuk sajnos az árakat, na mindegy. Hot... Oh-oh. Hot corn dogs. Forró kukorica kutyák. Ehhez mit szóltok? Forró. Kezd forró lenni a talaj. Na látjátok, már érdemes volt megállni, mert most jön Anonymous. Ez meg a... Túl jó néz ki, hogy igaz legyen kategória. Tehát ha ilyen szép, nagy, bazi hamburgert adnának, akkor sose higgyetek a rajznak, meg a fényképeknek, meg semminek ne higgyetek. Mindenki átbaszt titeket. Sose kaptok ilyet. Akkor megyünk, Anonymous kollega. Megyünk tovább. Na. Persze nyugodtan lehet... Hozzatok kavicsot, lehet kövezni, így van. Vagy építsetek belőle... piramist. Az már egyszer bevált és állítólag népszerű. Vagy nem tudom, legalábbis sok turista keresi. Nem megy át Gergő Cajosz Live. Nem megyünk át Cajosz Live-ba, Gergő. Szó sem lehet róla, csak miattad nem megyünk át. Kik voltak ott a túloldalon? Ice Blue DCG valami, igen. Jó, mindegy. Ők is itt vannak. A játékban. Pilamis. Az a baj, kiholdátok belőlem ezt a blájenezést, aztán már... Így marad a nyelvem. Soha többet nem tudjátok visszaállítani. Ugye... Nem sokan szoktátok kérdezni, kétségtelen. Hoppá, megijön valaki szembe. Szerpanol. Hello, Stepanol! Hello, good journey! Szerintetek? Szerintem ezt nem kéne erőltetni. Mert szerintem mernek válaszolni. Dupla olajó, igen, dupla olajót kapunk. Igen, dupla olajó lesz. Szóval nem szoktátok sűrűn kérdezni, de... Ugye, amit itt tetszenek látni... Ti nézők, kedves nézők, az egy műsor... Esztetekben ne jusson azt gondolni, hogy én a valóságban is vicces vagyok, vagy valamilyen nem normális idióta. Ez show business, úgy hívják. Ezt csinálni kell a showt, hogy jöjjenek a erre igényes nézők. Nincsenek sokan, akik ezt ugye el tudják viselni, de szerencsére ti azok vagytok, akik nézitek. És köszöntjük is egyébként az újonnan becsatlakozó nézőinket, igen. Na szóval... Nem vagyok ilyen a való életben, ilyen marha. Mert akkor én már vágóhídra kerültem volna rég.
Valószínűleg. De ez itt a média szakma, itt erre van igény, tudjátok, a debilekre. Azokra jönnek a kattintások, és látjátok, bevált, ezzel feliratkozó. Hát ez kell, gyerekek, akkor lemegyek a alpályba. Mit csináljak, hát... Csinálhatnék olyan live-ot is, mint ahogy nagyon sokan, de csak azt kommentálom, amit látunk, és néha így beolvassuk a csetet. És meglátjuk, hogy az mennyire izgalmas. Szerintem egy olyan 10 percen belül alvási kényszerbe vágnátok magatokat ti is, meg valószínűleg én is, így elbealudnék így a volán mögött. Azt meg sose tegyétek, mert baleset veszélyes. Ha már. A múltkor volt szó VR Happy Hour-ba pont a kaja reklámokról. A Mekiben például az van a képen, csak minden előre van tolva a szendvicsekben. Ha hátulról nézed, ugyanazt a burgert össze lenne esve. Szerencsére én nem nagyon járok ilyen ló sütödébe. Megpróbáltam a lehető legfinomabb hasonlattal élni. Szóval ez a gyíkhús sütödébe nem nagyon járok. Alias gyors éttermek. De való igaz, hogy néha ráförmedek egy-egy ilyen csirkés vödörre. És akkor nem mondtam ki reklámot, mert ugye most már megvan a lehetőség arra, hogy támogassanak engem, vagy reklámozzák, vagy támogassák ezt a csatornát bizonyos cégek. Szívesen, de addig nem mondom ki, ami nem folyik ide a zsé. Szóval van ez a bizonyos csirkés vödörös étterem. Néha ráförmedek valóban, mert keddenként olcsó a vödör. De abból meg az meg úgy egy teátbaszás, tehát most nem tudok mit csinálni. Az eredeti vödörnek szerintem az egyharmadát abból kieszik a éttermi dolgozók sajnos, és úgy adják oda. Tehát ilyen megrágott, félig megrágott csirkék vannak benne, és akkor talán egy kis hús marad a csonton, és akkor úgy adják oda, szóval nem feltétlenül ínyemre valóak ezek a gyors éttermi dolgok. Nem mondom ki, kedves Gergő. Éppen elég az, hogy beírtad, és azért már ban járna egyébként, de mindegy. Örülj neki, hogy én nem vagyok ilyen bannolgatós. De majd belejövök. Nem kell engem félteni. Csinálj alpári kamioncsapkodós remixet. Az milyen kedves monó, mesélj. Mint a VR Pisti? Hogy így vezessem a kamion. Kétségtelen, hogy megvan a sikere. Na mindegy. Hölgyek és urak, egyébként nem tudom, ki itt érdekel. Még a ATS nevű játék, amivel így játszadozok így menet közben, óta közben. Hozzáteszem, nem is kéne nekem játszani. Tehát most már azt gondolom, hogy rengeteg vélemény van, észrevétel van, témát mindig tudunk találni magunknak, nem kell nekünk játszani. Csinálni kéne ilyen talk show-t, gyerekek. Szóltok. Csináljunk egyszer, váltsunk át talk show-ba. Nem kell ide játszani. Én is kirakok a háttérbe valami háttérképet, amit csinálok, és akkor ilyen Chris Tucker live talk show. És akkor beszélgetünk témáról, meg ökörködünk fasságokat. Tehát ilyen szintű dolgokat csinálok, mint amit a Dezső bácsim beírt. The VR HaHa sorozat. Podcast is lehetne, de az rádió műsor. Tehát tudjátok, így háttérkép, megy a chat, kirakom a chatet a képernyőre, látjátok, hogy ki mit ír, ti is. Kis karikába 18-as karika, fölötte webkamera, mert hát mégis csak az én live-om, vagy az én talkshow-om. És akkor ilyen kibeszélő show. Na, az nem, az rossz példa, bocsánat, azt nem szabad kibeszélni, nem szabad senkit. Tumcsizzuk meg. És akkor ilyen csajos live is lehet, és akkor sziasztok, dumcsizzuk meg. Mi volt veletek ma? Ez még sárga? Átmertek. Na, megnézzük közben izét, mit szóltok. Las Vegas, hátha nem láttátok még a játékban, hogy nézhet ki Las Vegas. Jó, megvan amúgy csinálva. Bebeszélő show, az lehet. Az lehet. Olyan úgyis ritkán van tényleg. Kettős index. Érdekel valakit Las Vegas? Mert így néz ki. Kívülről, körülbelül. Ott a
helyi Eiffel-torony, ami ugye Franciaországban Eiffel-torony, Eiffel-torony, itt meg Eiffel-csarany. Ugye ez így amerikai eset. Eiffel Tower, az pedig a helyi Hindenburgot az égen. Röpül. Szóval így néz ki, van egy csomó ilyen látványosság, itt nem tudom ki mit, kit mi érdekel. Nem tudom én merre menjünk, hát itt nézzük kicsit körbe. Valami nincs is kész, én fekete. Ez úgy láss véges. Itt van valahol az MGM, meg a Mirage, itt minden kaszinó, itt minden üdülő, és itt minden olcsó. Körülbelül ez. Nem akarok annyira egy végig belemenni, de hát akit érdekel, nézegesse. Luxor például az is itt van valahol, csak meg kell találni, én nem vagyok annyira helyi. Nem tudom, hogy... Én csak helyi hülye vagyok, aki erre jött. Szóval ilyen... Ott vannak ezek a jó kis emeletes kaszinók. Ott pedig egy helyi gyűrűkora reklám. Lord of the Rings. Valami ilyesmi, nem tudom. Itt még itt tartunk. És akkor így, az itt Las Vegas. Akinek kurva sok pénze van és kurva nem tudja mire elbaszni. És akkor teljesen finoman fogalmaztam szerintem. Belefér. Az jön ide és nyugodtan. Itt bármennyit el lehet baszkurálni. És azzal a hittel lefeküdni, aludni, hogy hát, ha szerencsém van, talán nyertem is volna a kaszinóba. Erről ennyit. Nálam a kaszinó az egyenlő az alvilággal, de hát most ez legyen az én véleményem. Nya! Így van, így van. Ez egy ilyen... Ha talk show lesz, egyszer lesz talk show, megunom ezt a kamionozást, akkor biztos, hogy talk show-val folytatódik a csatorna, és akkor lesz ilyen... Dumcsizgassuk meg. Veletek minden szupcsi? Igen, ez valami ilyesmi lesz a szint. Abszolút. Ebbe azért is jó, mert mindenki beleszólhat, amit akar ingyenesen, nem kell hozzá DLC-ket venni. Csak így. Az majd más kérdés, hogy le tudunk-e menni mondjuk egy ilyen anikósónak a színvonalára, e vagy sem, de szerintem igen. Van az a szint. Kedves Gergő, nincsen nekem sajnos kormányom. Bárcsak Magyarországnak se lenne. Legalábbis ilyen. Ez a meg... El a helyzet! Más kérdés? Ott volt a Burger King Clayton, én nem láttam, de biztos. Kerestem a Mekit, de nem volt. Vagy azt a csirkést, az se volt. Tele van gyors étteremmel ez az egész Las Vegas, de olyat nem láttam, ami kellett volna. Egy jó pizzás. Egy jó forró pizzás. Pizza Hut. Ezt kimondom, látjátok, mert ez Magyarországon már szerintem nincs is. Kedves Dezső bácsi, be fogok öltözni, persze, hogy nem. Csajos Life-hoz be fogok öltözni, paróka, minden, végre lesz hajam. Mindenki élvezkedjem. Nem tudom, az milyen élvezet lesz. Valószínűleg nem túl hosszú. Gyors menet. Három betűs, igen. Ja, Ósamban van. Abban nem járok, ahol van. Másikba járok. Azt a mennyi léggöbb! Oda nézzetek, mennyi lufi! Bocs, kimegyek külsőbe. Arra nézzetek, mi van ott. Ott is megy a léggömb fesztivál. Vagy mi van? De jó! Luffy! Luffy, de jó! Azt is megígértem, hogy egyszer fogok héliumos Luffyt hozni, aztán beszipkázom magam, csak szerintem gyorsan beszipkáznám, aztán annyi lenne az egész. De el tudjátok képzelni, milyen hangam lenne akkor. Szóval léggömb fesztivál. Van itt. Las Vegas-tól nem messze. Gyorsan idejöttök, még nem késitek le. Hát akkor ott is van, nem tudtam. Á, kurva anyukát, én azt hittem már rég megszűnt ez a forró pizzás. Most már így mondom. Ez van. Hát a franciári ilyen helyekre, amiket beírtatok, most nem azért.
messzire kerülöm a plázákat, még a végén felismernek. Akar a franc autogramot adni. Én nem az vagyok, az a kategória. Nehogy már összefussunk. Meg egyébként is kora hajnalban, meg késő éjszaka mozgolódok. Napközben nem merek kimenni az utcára már, mert felismernek. Krisso? Ez már neve is rosszul hangzik, de mindegy. Krisso. Krisso? Az egy név, nem? Krisso. Trisso! Trisso! Az, az. Az annyira pusztító lenne, mint a Trisso. Hát sütik a pizzát, igen, csak kicsi írja Dezső bácsi, hát teljesen igazán van. Bezzeg Amerikába? Ugye? Ahol most vagyunk? Ilyen gecsi nagy burger. Minimum 100 centis pizza, onnan indul a limit fölfele. Minden super size. Na oda nyugodtam. Csak nálunk Magyarországon minden ilyen parányi, akármit vesztek. Kérdezi a... az M-betűs gyorsétteremlánc is, egyszer véletlenül betévedtem, hogy megéheztem, és na mondom, akkor bemegyünk az M-be. Na, kérdezte, hogy... Ha, eleve ugye túrós tésztát akartam menni, az nem volt. És akkor mondja, hogy hát akkor itt valami hamburgerező történet van, azt kéne rendelni. Jó, mondom, akkor kérek ezt. És azt mondja, lehet nagy menü? Hát mondom, kurva ilyes vagyok. Legyen. És adott egy olyan nagy menüt, hogy a tálcán, amire adta, a fele üres volt. Mondom, ez nem nagy menü, amin üres a tálca a fele. De mindegy. Szóval ez nálunk a nagy menü. Ami Amerikában a kicsi. Itt tart. De azért jó pénzt elkérik érte természetesen. Hát, ez van. Sok pénzért keveset. Welcome to Hungary. Nézzük, ez viszont nem Hungary, hanem welcome to akármi. Ja, itt semmi nincs, csak egy helyi falu. Majd jelzem, ha város közelébe érek, ez valami kis helyi... Valami városka, de hangulatos amúgy. Mozi biztos van. Meg ilyenek. Ja, meg egy csomó poszter. És ami biztos, Anonymous is itt van velünk, köszönjük a... lelkes kísérletet itt hátulról. Mit akarok kipukkasztani? Mert közben lemaradtam, elnézést. Még a Krissónál vagyok lemaradva, a Trissónál várjál. Néha amúgy visszhangzol, mások nem hallják. Általában, ha hangosan beszélsz, akkor inkább pirosan fénylik a fejed. Claytonunk beírt vagy háromféle problémát is egyszerre. Nem is tudom, hogy melyikkel foglalkozzak, meg melyikkel nem. Tudom, hogy néha visszhangzik, igen. Amikor kicsit hangosabb vagyok, tudom. Hú, oda nézzetek. Bocs, Anonymous, ezt most meg kell nézni. Mi ez, Isten itt? Azta! Várjatok ma! Itt vagyunk a Death Valley-nál, a halál völgye, nemzeti park. És itt egy kurva szép motor amúgy, csak jelzem. Hello. Most úgy kedvem támadna átpattanni egy kicsit. Csak tényleg úgy próba kedvér. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, itt meg valaki itt hagyta az autót. Jó napot! Nem ül benne senki. Itt van hagyva egy jó motor, meg egy fasz a kis verda. Ja, hogy ez egy nemzeti park és valaki elindult. Azt. Hát ez aztán ki van pusztulva szépen. Nem csodálom, hogy ez a nemzeti park. Ez meg egy helyi kis falu. Ott ha már kinéztünk, akkor benéztünk ide is. Itt meg a nagy pusztulat. Na, ezt már is láttuk. Nya! Szóval, hölgyek, urak, a halálvölgyében járunk is. Akkor is itt vagyunk. Üdvözlöm DJ Ricsit, nyomjál valami zenét. Olcsó poén, de nem lehet kihagyni. Merre jártunk? Vagy merre járunk, jártok? Bocsánat, csak olvasni tudni kéne. Hát itt, ahol ilyen sokan vagyunk. Nem tudom miért, meg nem tudom hol, de itt vagyunk sokan. Mindjárt jön valami városka, aztán megmondjuk. Ja, itt a kiírás, várja. Pie Fee Information. Right.
Itt vagyunk, ennél a táblánál. Meg van egy kis ilyen, nem tudom mi, mindjárt megnézzük. Valami lakókocsi van itt. Na, itt van is valaki, kifőzdéset játszik, végre egy ember. Azt a figyeljétek, rendőrmotor! Huhú! Jó napot kívánok! Fagyis! Fagyis autó! De lassan adja ki neki a fagyit, oda néz. De jó! De jó! Fagyis autó, de jó! Rendőr bácsi, itt van? Itt a motorja. Jó napot! Ez nem rendőr szerintem. Segíthetek? Rosszul van? Te hányni készül, figyeljétek! Mi újság? Mit tetszik nézni? Parkolójegyet tetszik venni? Nem működik. Ide látom. Hogy nézem. Nem működik. Ki van írva? Out of order, mister. Na, nem érdemes bedobálni, mert benyeli az aprót. Néztem, hogy kitollat Anonymous. Mondom, ki jár még erre? Na, mindegy. Ó, oda nézett a toalett. Mozgássérű toalett, hölgy férfi, meg zuhanyzó. Na ez rám fér, én magam vagyok a mozgássérült. Itt ülök már órák óta, és már elzsibbadtam, mint egy kamionos. Jó, nem kell tolargatni Anonymous, mehetünk szerintem. Megnéztük, amit meg kell szerintem. Na. De az épp az előbb mondtam, hogy szívesen átpattanék kicsit mocira. Tök poén lenne, ha lehetne, de nem, sajnos. Megyünk a halálvölgyébe, ott mutatta a tábla, hogy ilyen meredek jön. Hát azért ez túlzás egy kicsit. Ja, gyűjti az energiát, mint Songoku. Ja, csak akkor rám ne küldje a Kamehamét. Akkor jól nézünk ki. Ugye itt írta a tábla, hogy kibaszott túl meredek itt az út, hát most már kiderül, motorfékkel megyek. Szerintetek is meredek? Gyorsulok. Hát azért ez nem olyan vészes. Itt egy picit igen, itt meredek. 60 mérföld. Ez nem egy vészes dolog. Ját, pucskázunk itt a dombocskán. Jó, hogy itt kanyar van. Ah, akkor ezért veszélyes. Na, tovább mész ott. Szia! Isten hozott a sivatagba. Erre megyünk tovább. Innentől kezdve már minden sivatag. Tehát ez a kanyargós pokol maga. Mit? Shorty, milyen képet akarsz rólam csinálni? Jézusom. Remek képet. Rólam nem tudsz remek képet csinálni. Még ezen a kis kibaszott kamerában is zavarja a fejet, zavarja a látványa szemecskéteket, hogy fénydik a homlokom, basszus. Meg az egész komplett koponyám kilátszik. Ilyen problémáitok vannak. Isten őrizzen, hogy... Jokerünk áll az útszélén. Vagy ránk vár, vagy valami. Hello! Válaszol vajon? Ez orosz. Hello, Joker! Hello! Süket. Hiába dudász, neki nem hallja. Hey, hello! Joker, hello! Valószínűleg nincs a kamionba. Bement csicsikálni. A motelba. Megpróbáltunk mindent. Ez van. Hát ha látszódna a koponyám, Zsorti, ez már izé lenne. Horror life. Ez meg a 18-as karikazsa lenne elég. Ilyen fűrész live. Ja, egyébként, ja. Olyat is csináltunk, hogy élőadásba elkezdem fűrészelni a karomat, és akkor végül is. Kezdődhet a játék! Azt a beteg filmet, gyerekek. Rásul több is volt belőle, Jézusom. Ki az, aki végignézte.
Jordi, jól teszed. Beírta, hogy fél tőlem, jól teszed. Hát még én hogy félek tőletek? Nézőktől. Meg a utóreakcióktól, ezután a live után is mit kapok. Bármit csinálok. Na, a 190 road, you know? You know pressure, átmertünk full angolba is, csak az annyira én sem vagyok profi, de... I am fucking pro, you know? This is America. The home of desserts. Ez most tényleg az. Elég kihalt. Itt két város között az útszakasz eléggé kihalt. Félek is egy kicsit, hogy valami banditák le ne igázzanak. Nem rád gondolok bandita, ha még itt vagy. Lassan azt hiszem, inkább tankolni kéne megállni. Valahogy itt a semmi közepén, nem tudom, hogy itt lesz a benzinkút, de esélyes, hogy nem. Meg Anonymous-tól kell egy kicsit leszopíznom egy kis energiát, vagy mi az isten, benzint. Benzint? Na, tessék. Igen, benzint. Az én kamionom benzinnől megy. Mit szóltak? Ez ilyen modern. Ez van. Hát én beszarok, már megyek is. Nagyon kellemes szarcsizást kívánunk innen is. Bár szerintem már ezt nem hallja, mert épp kín van. Aztán fel tudja, lehet, hogy a WC-ben is ilyen hangszórók vannak, és azon lehet hallani a live-ot közben. A fene tudja. Ült technológia, itt is ott volt a jobb oldalon egy rendőrmotoros. Csak jelezem. Oh yeah, oh yeah! Te bolond! Gázolaj! Nem benzin! Írja Zsolti. Igazad van, Zsolti! És azt te tudod aztán, hogy én mivel megyek? Grill csirkével! Azt fogyasztok, és akkor nagyon, nagyon tudok ám haladni. Akkor az erőt ad. Erő izom, mert Bailey-t iszom. Na, azt mondjuk nem. Szeretem egyébként a Bailey-t, csak amikor... Akkor cajos esztéket tartunk, akkor kell a Bailey-t. Az itt mi az Isten ott? Jó napot! Valaki turistáskodott. Na, lassan átmegyünk ezen a Grand, vagy mi ez a halálvölgyén. Meg gondolom ez az. Ott volt kiírva a mutkó, hogy halálvölgy. Szerencsére úgy néz ki, túléljük. Nem halunk szomjan. A kamion mondjuk majdnem. Kifogy belőle a... gázolajos benzin. Kanyar! Basszus, vigyázzunk. Jó a féked, Anonymous. Oláncsá! Hölgyek és urak, oláncsá van itt előttünk, ott ment a izé. Látjátok, ott megy a lopakodó. Húzott el, én láttam. Ott megy, látjátok, ott megy a lopakodó. Ott mozog. Ilyenek vannak itt. Tudjátok, itt van ilyen trágyázó is, aki itt szokott trágyázni földet, az is erre jár. Ott megy megint egy. Ezek engem keresnek biztos. 51-es körzet, bazd meg. I am fucking UFO. Ó, ott is van valaki, ezt megnézzük gyorsan, mit szóltok. Bocs, Anonymous, csak most... Van idő ilyenekre, mert nem sietünk sehova. Ezt megnézzük, itt mi van. Jó napot! Ez itt a beengedő? Ez a postás, nem? Nem tudja, hogy melyikbe dobja be? Faszom! Jó postás vagy. Nézd meg, ez is tablettól! Hát ez is tablettól, ez a szem megáll. Már postásoknak is adnak tabletot. Hát ez Amerika, gyerekek. Nálunk adnának a postásnak egy tabletot a kezibe. Így futna el vele. Így futna el vele, és már nem is látnák soha többet azt a postást. Úgy lopnál. Vakarhatod a fejed, nem ide kellett volna hozni, mi a csomagot?
Oda lebaszta, nézzétek meg, oda lebaszta a csomagot, és gondolkodik, hogy mi van. Szar ügy. Hát, nem zavarjuk akkor a kollega urat, megnézzük hátra, mit tudunk segíteni. Van itt valaki? Egyáltalán. Halló! Ide kihoz csomagot a semmi közepére? Ez egy elhagyatott ilyen gyártelep, vagy mi a szar itt. Budi mondjuk van? Ide minek hozni csomagot? Nincs itt senki. Csak az a vadászgép röpködik ott fönt állandóan. Ide kár volt hozni bármit is, itt nem veszi át senki. Nem tudom, hogy vakargassa. További jó, szép napot uram! Csak lenne főn a feje, mert UV-sugárzás erős, mondták reggel. Szeptember közepén van 40 fok. Ez már csak ilyen. Na, akkor megyünk tovább. Most már is így vakarom a fejem. A kopasz fejem. Tabletelős live-ot? Azt tartatnék. Majd amikor tabletből fogom oktatni a élőadás tutoriált. A Corvinus Egyetemen, amikor majd tanítom a live-olási technológiát. Ilyen pöcsigérő szakállal, fehérő szakállal, mint Gandalf. Vagy ugyanolyan sapkával. És akkor plusz a kezembe egy varázspálca, és akkor osztom az észt, hogy Expecto Patronum. Izvinítjesz, pazsalusta. Majd itt nyomatom a varázsigét. American Truck Simulator. Le vagytok varázsolva, szevasztok. Hogy lettem kopasz Gergő? Leszettem a fejemről azt a szart, amit haj címzóval. Illetnek emberek. A tej és a bor nagyon jó párosítás, kedves derőbátyi. Sörrel, csirkével, pizzával, tejjel, borral, cajokkal? Cajokkal. Persze. Csak le ne hányjam ezek után a cajokat, kedves Gergő. Attól félnék nagyon. Egy jól elkapott pillanatban ott tartana az egész aktus. Na, gyere! Orda nézzetek, ott ment a vadászgépes. Anonymous, nyomjuk a gáz neki, ami a csövön kifélít, egyenes az út. Hogy röpködik az ott? Beszarás. Nyomassuk neki, mert lemaradásba vagyunk. Jó franciásan, lemaradásba vagyunk. És egyenes az út nagyon sokáig. Megnézzük, mit bír a gép. Bár most már azért, most már ott tartunk, hogy lesz innen még egy balkanyar, aztán lassan átmegyünk szépen a nyugati partra bigsurozni egyet. Most így bigsurrodozni egyet. Mennyi lakókocsi volt itt. Itt most nem állok meg, itt is van egy ilyen. De megállok. Bocs. Elnézést. Igen. Bocs, Anonymous, csak nekem vannak ilyen. Szóval van ez a repülős cucc. Erre is tök jó lenne átszállni egyébként. Van innek ilyen nagyobbak. Ez a Lerner reptér egyébként a Fegyencjárat című filmből. Azt hiszem, vagy Lerner reptér. Na és itt van ez a lájkoló. Ja, másik oldal. Sorry. Több helyen is van ez, de itt ugye Restareanál van például. Szóval Amerikában több helyen is van ilyen cucc. Ilyen nagyon szép, vigyorgós, nagyon kedves, barátságos feje van ennek a vödörfejnek, én úgy hívom. És így lájkol. És ezzel szeretném mindenkinek megköszönni, aki nyomott egy lájkot a videóra. Köszönjük szépen a visszajelzést. Na, csak ezt akartam azt ebből az egészből kihozni. Itt a helyi Lerner reptéren ez található. Mehetünk tovább. Igyekszek nem minden látványosságnál megállni, mert most ez nem erről szólna, de ha már itt járunk, akkor méne, beugrunk egy kicsit repterezni. Na, merre is kell menni a tovább egyenesen. El van. Darth Vader, írja teső bácsi. Az. Darth Vader. Köszönöm Zsolti, hát rád számíthatunk. Mindig is tudtam.
Bal kanyar. Hogy aztán egy jobbost is vegyünk. Nya. Azért most már, hogy úgy kezd lefele megyegetni a nap, most már azért kezd hűlni a levegő érezhetően. Kezd valami szeptemberies időjárás lenni itt is. Nem is mondta Dezső bácsi, vagy nem olvastam, fasz tudja. De írd be még egyszer. Hogy... Mit szólsz ez a... tikkasztó szeptemberhez? Így megy tovább. Idén nem lesz hó. Vagy lesz, de szerintem az majd jövő áprilisba. És akkor jövő áprilisba kell majd wintermódozni, baszki. Nos, itt tartunk. Be se kell kapcsolni áprilisig a wintermódot. Ez tovább így... megy ez a hőhullámkodás itt Közép-Európába. Nem azt mondom, hogy gáz, mert tök jó, hogy nem kell fűteni, igen. Még egy darabig. Csak ha ez így megy tovább, akkor tényleg nem kell fűteni olyan februárig se. Ami mondom, nem probléma. Csak én megszeretem a wintermódot. A valóságban is. Mondjuk így kinézek az ablakon, és ott a wintermód. Így fölkelek reggel, és wintermódra ébredek, ez tök hangulatos. Drótvödör, írja Mono, az... Az majd később lesz Mono a drótvödör, amikor majd odáig sikerül jutnom, hogy már lebénulok teljesen. Majd később lesz ez, csak így elspoilerezem a későbbi terveimet. Föl leszek így lógatva ilyen izén, ilyen drótokon, igen. És akkor majd lesz, aki fölülről így mozgat, mint egy bábut, és akkor így fogok live-ozni. És ezzel nem szeretnék kifigurálni senkit, ezt magamra értem, csak mert mindjárt majd megsértődik megint valaki. Hogy kifigurázom a mozgássérülteket, szó sincs róla. Nem. Együtt érzünk velük, de... A drótvödörre reagáltam, kedves Mono. Beírására. Ezáltal, nem. Jó, de jó kis izék voltak itt, láttátok? Autók, kiégett autók. Vagy rozsdás autók. Kiégett rozsdás autók az útszélen. Az útszélén az asszonyokat kefélen. Ezt talán nem kellett volna. Én is érzem. Gergőnél tényleg nem késik a live, mert elég gyorsan reagál. Mit szívtam? Az orromat. Kedves Gergő, csak kérdés. Eddig se volt normális, se az időjárás, se én jó magam. Igen, köszönöm Kovács Dezső úr. Csak kiegészítettelek, hogy pont, az valószínűleg arra gondolta, hogy én se. Jó az időjárás, nincs ezzel baj. Elsivatagosodik úgyis Magyarország előbb-utóbb, aztán tök jó, mert már csak egy kicsit behintjük sóval, az kész. Mehetünk, továbbállunk. Aztán előbb-utóbb úgyis arra a sorsa jut az emberiség, hogy bye-bye. Mehetünk valahova máshova, mondjuk a Marsra lakni. Ezt úgyis neked mondom, Dezső bácsi, mert rendszeresen játszol ilyen Mars járó játékokkal, vagy nem astronautier játékokkal. Te már készülsz előre, hogy ha jön az idő, amikor csomagolni kell, akkor te már tapasztalt Mars lakó legyél. Ez milyen tapasztalt Mars lakó. Hú, valaki jön sembe megint. Ó, Dadeli. Hello! Dadeli, hello! España, hello! Az a baj, ezzel csak elijesztem őket. Többnyire. De én legalább előre kiabálok és szólok, hogy jövök. Nem érheti meglepetés a kanyarban. Amúgy is így elég furcsán jött. Na, azt mondja, várjatok, itt tankolni lehet. Ja, akkor, hogyha lefordulok. Aha. Cseles. Csak utána meg 600 mérföldig egy benzinkút nem lesz, úgyhogy itt megtankolunk inkább. Jó lesz itt tankolni? Anonymous, itt vagy még? Ja, itt vagy, persze, ott a pötty. Ja, megtankolunk. Hosszú még az út azért. Ma szomszédba megyünk. Ott egy jó kis gázos rész, lehet oda kell beállni. Ide kő? Nem. Ide. Ez van nyitva. 95-ös? miért kell nyomni? Danger, az biztos. Na várja, azért nem hülyeskedünk. Miért lehet tankolni? 4-es kút. Igen. 4-es kút, jó lesz. $3 egy gallon?
hozzá kitel. Astronil, já, Dezső bácsi, Astronil. És mit kezdjünk vele, Dezső bácsi, ha abban lesz co-op? Csak kérdelem. Egymást kell szájból-szájba lélegeztetni a marson, mert nem lesz oxigén. Mi ennek a játéknak a co-op értelme? Megvárjuk persze Anonymous-t is itt a stop táblánál, hagyj tankoljon is. Nyilván, mert ő nem tudja az utat. Na, gyors! Üzlés nyit, ennyi van még hátra, nem kevés, amúgy. Ugye most megyünk Oakdale, Oakland, Santa Cruz, Santa Maria és úgy Lossi. A jó öreg Los Angeles, nem tudom, látszik-e Los Angeles-es. Polo? Palo? Oda megyünk Lossiba. Frissítjünk, azt menjünk. Azért szomjas volt Lord miért Lord Minátort akarok mondani? Egy, az nincs is itt velünk, nem is írogat. Másrészt meg játékban sincs. Anonymous, most már te lesz a Lord Minátor 2, jó? Ha jó, ha nem jó, eldöntöttem. Mint a vizet a számba, bele. Neki. Na, menjünk! Jó kis amerikai zászlót szembe. Lobog. Össze itt van a légmozgás. Nem úgy, mint Magyarországon nyáron. Köszönöm, Anonymous, köszönöm. Megtisztelő. Így szólíthatlak. Hát, még neked milyen megtisztelő lehet. Na! Basszunk oda még a lobaknak, mert még ebből van hátra sok. Kedves drága közönségüket, ne untassuk már, hogy órákig live van. Zé. Legközelebbre is tartogassunk ebből. Nyilván mindenki azt várja, hogy mikor ér már véget az a live. Végre nézhessenek valami normális műsort a YouTube-on vagy a TV-be. Nem jók ezek a bubis vizek, bár megfogadtam, hogy nem kell inni, mert... besavasodok tőlük. És akkor le kell folytani egy kis... 50 centis magyaros pizzával. Jó lesem. Na, a 70 mérföld, az jó, már mind a sebességünk. Utazó sebesség. Na, aztán úgyis jön a kanyargós megint. A legendás kanyargós 120-as. Hello! Akárki! Hello, Shorty! Shorty? Na, jól mondtam. Tudok még olvasni, jó van. Átmentem ezen a félszemű látás vizsgálaton. El tudtam olvasni. Nevit. Senki sem válaszol, úgyhogy szerintem ezek meglepődnek rajta, hogy valaki üvöltözik a CB-n. Na, figyeljetek már itt, várjatok. Úgy is lemaradtak. Lord Minátor 2 úgy is lemaradt. Nem itt van a trágyázógép? Itt fölöttünk. Mit szokott lenni valahol? Vagy rosszul látom? Hát lehet, hogy ezt most bebuktam, mert nem is itt van. Kukucs. Hú, a nap, új, de süt a nap, a fene! Bocsássatok, elnézést, nem akartam senkit megvakítani. Meleg is, meg forró is, a rohadt télen. Hát... Kareszka, érdekes kérdést tett fel itt a csetem. Los Angelesbe hol várhatlak be? Nem, Los Angelesben vagyok, hol várhatlak be? Hát észak felől jövünk. Ja, hogy a városon belül? Ahol jó esik. Ahogy csak jól esik. Ahogy itt valaki áll az utcélén közben. Kill a bee? Hello, kill a bee, hello. Ennek nem merek hangoskodni már, mert a neve alapján se. Csak óvatosan beköszöntünk, úgyse válaszol. Az út közepén állni mondjuk. Tudom, hogy nem nagyon jön erre senki, de olyan meglep. Mondjuk a szervízbe, igen. Igen, Kareszka, a szervízbe, nyugodtan. Addig jó, csináltasd meg a kamionodat, mire odaérek. Romani? Ja, hogy nincs mikrofonod. No. Hungari, bazd meg. Nem vagyok magyar, azt írtam be egyébként a csatra.
Már nem is értem, az volt a kérdés, valami románi vagy valami, mindegy. CB12, no. No Kareszka. 19. Alapbeállítás. Default. CB19. Number. And Route 66. Ennyit tudunk segíteni. Szóval akkor megkezdjük ezt a jó kis kanyargóst, majd jobbra a tábla is jelzi, az a jó kis sárga figyelmeztetős. Megkezdjük a Snake játékot itt egy kicsit. Hogy aztán nekiramodjunk a Big Shore Roadnak tengerparton. Milyen főnök? Kareszka, bazd meg, milyen főnök? Nem vagyok főnök. Egy főnök van nálunk, úgy hívják, hogy Kovács Dezső bácsi, ő a főnök. Ő megmondja, hogy mi van. Aztán, az úgy legyen ám, visszaellenőrzi. micsoda hegyek ott szemben, oda nézzetek. A legendás sivatagi hegyek. Közép-Amerikában. Vagyis hát, a United States, middle of United States, you know. Tehát így Észak-Amerika közepén. Észak-amerikai, Közép-Amerika, tetszik érteni, you know? Ott az amerikai zászló, tessék. Itt a határátkelő hely van? Megyünk át. Igen. Teherszállítás tiltott ezen a szakaszon, fordulj vissza és keres más útvonalat, Dick. Mióta? Hát akkor mivel lehet ide jönni? Na ez most, gyerekek, ez érdekes. Most mi lesz? Kibannolnak multiplayerből, ha itt végigmegyek? Vagy most mi van? Aki járt már erre az... Ilyen, mondja meg, hogy mi lesz, ha itt végigmegyek. Most kurvára tiltott területen vagyok. De esetre megyünk, amíg ki nem bannolnak akkor. Ó, mi ez, valami sóbánya? Valami nézzetek. Hát már csak is megyek erre. Na. Kiderül élő adásban mi van, hogyha a tiltott területen átmegyek, mit szóltok? Gyalogoljak? Köszi! Most egy kicsit kimentem külsőbe, remélem nem baj, itt az erdőben megnézzük mi van. Jó, hogy ez nemzeti park? Bocs! És nem lehet kamionnal erre jönni? Kösz Anonymous, de te is erre jössz ezek szerint. Itt jössz mögöttem. Akkor csak bemered vállalni. Akkor ez a Nationality Park. Helyi. Sóbánya, nemzeti park. Hát, elnézést kérünk. Mindenkitől, akit ezzel esetleg megsértünk most. Itt kamionozunk. Benne van a játékba, oficiál útvonal, be lehet jönni. Igen, tudom, hogy hivatalos útvonal, azért is mondom, hogy... Ettől függetlenül sorry. Jó, hogy nem lehet erre jönni kamionnal, de hát... Nyilván belerakták a játékba valamiért. Ó, itt van egy jó kis... Nézelőhely. De jó. Megnézzük. Úgy jön erre senki, mert elvérte kamion. Nem a faszt! Nem a faszt nem jön! Kurva anyját! Már bocsánat. Ki vagy? Hello! Hello Indvér! Hello! Csörni! Road closed! Hello. Hello! Hello! Oh yes, sir! Hello! Good journey! Jó van, halljuk egymást, megörültem ennek nagyon. Na, félreállunk ma. Csak nem jön még egy valaki hátulról. Na. Szóval volt ez a kukucskálós, ezt nézzük már meg, hátra van ott valami. Nem jártam még itt, ez premier. Meg valami új úthálózat is nyilván, nem régóta. Aha, hát ez tényleg nemzeti park. Jó néz ki amúgy. Olyan, mintha már Dél-Finnországban lennénk egyébként. Ez kicsit olyan. Nekem. Kicsit olyan ködös, kicsit olyan erdős. Kicsit olyan elhagyatott. Igen, Rolt, igen. Ritkán mondunk, viccesed, de akkor velős. A csont. Csontig hatol. Jó esetben.
Nem mindenki szereti, de biztos van, aki szereti, ha csontig hatol valami. Benne. Neki. Mit tudom én. Bár szerintem a hölgyek már léptek, ők biztos nagy tapasztalattal vannak ez ügyben. Mi a jobb, vagy mi a rosszabb. Ah, biztos, hogy mi lassan átjutunk itt a túloldalra, az út túloldalára, igaz? Kollega, jó, ő is jön. Volt egy bukkanó, csak jelzem. Éreztem a lökést alulról. Mondjuk még ilyet? Nem kéne mi. Na szóval, balra lesz az út. Azt hiszem befékeztem. Láttam, hogy mi jön szembe, mondom, fékezünk. Krisz, amikor ideges vagy, akkor szoktad tépni a hajad? Kérdezi Lord Minátor. Egyfolytában. Na itt az út vége, tessék. A bal kanyar. Nem látjátok, hogy nincs már hajam? Ezért. Kidéptem már az összeset. Na itt vagyunk mindjárt Santa Cruzba. Pannonia kapitány! Üdvözlöm, testvérem! Gyakorlatilag ez már itt egy felekezet. Itt van. Az egyik beíró azt írja, hogy ámen atyám, meg mit tudom én. Szóval, testvéreim, köszöntelek benneteket a felekezetünkben. Megkezdjük szokásos csütörtök esti hittérítésünket. Az Úr és az ő szentséges mi figyelme alatt kívánunk mindenkinek boldogságot, erőt, békességet. És úgy egyébként is, ha már így csütört, hát megérkeztünk közben ide a tengerpartra, ott van már a jobbra a tengerpart, tetszenek látni, hogy hullámzódik. Mint a gyomrom itt, ettől a sok liftes úttól itt. Szóval ez van. Alulról, kérdezi Dezső bácsi, már értem, miért lett annyira elege a halálútból. Nem azt mondom, hogy elegem lett, csak pihentessük. Tetszik tudni, vannak dolgok, amiknek jót tesz a pihentetés. Mint a funk tészta. Tudomásom szerint. Subscribe! Jó reggelt mindenkinek! Ilyen lehetőség is van. Köszönjük szépen a feliratkozódást. Meg se említettem direkt, hogy akár az 1100-as feliratkozó létszámot is elér, kikerekíthetnénk, de... Köszönjük szépen a hozzájárulást, igen. A jó bor sokáig érik. Főleg itt benne a gyomorba. Az, ott érhet. Jó, megisszuk, aztán érhet utána, persze. Na, Santa Cruz, akik itt voltak a Big Sur-on nyáron, azok már sejthetik, hogy mi következik. Ismerős lehet a szitu. Csak most ugye nem lesz dugó. Valószínűleg. Ez a rávezető lesz most már. A legendás, most már mondhatom azt, hogy legendás Big Sur Road-ra. Sunset Boulevard, nevezhetjük úgy is. Na. Mögöttünk. Akkor nyomás. Továbbra is Zsolt bepróbálkozott itt a cseten, hogy szerinted miért kopasz? Emlékeim szerint. Persze, nyilván ti jobban emlékeztek, mint én, mert én már... Nem, kész vagyok. Ez, ú, de jó, szép közös ott az út, oda nézzetek. De jó! Van egy kis pára lecsapódási. Emlékeim szerint nem ez az első olyan élőadás, amin webkamerát használok. Mert úgy írogassátok be ezt a kopaszodást, mintha most lennék először kopasz.
Pedig amióta webkamerázok, azóta ilyen a fejem. Azt nem tudom, hogy ugyanígy fény lett-e már régen is, vagy mint ma. Említés volt, hogy fénylik, meg faszom. De a szétszedtség, hogy én nekem úgy ennél több hajam eddig nem nagyon volt. Amióta legalábbis ezen a botrány csatornán művelek valamit, emlékeim szerint, de... Javítsatok ki, ha több hajam volt valaha, és én nem emlékszek erre. De hát az is lehet, hogy öregszem. Sőt, biztos. Percről percre, napról napra öregszem. Sajnos. Vagy nem sajnos, ki tudja. Nem köd, szörda. Zsolt, basz meg. Csütörtök van ma. Egyik se... Tudom, mi a bajom. A nyelvem, azt kéne kitépni. És akkor tudnék beszélni. És mit akartam mondani? Mondom. Súlyos agykárosodással szenvedek szerintem, vagy agyrázkódás, valami ilyesmi, valami van velem, mert már a rövid távú memóriám is kihagy. Ami sose volt, vagy én nem is tudom. Dezső bácsi szerintem rossz hatással volt rám az évek meg a hónapok során. Én nem is tudom. Nagy bajok vannak, az biztos. Küldjetek már, legyetek olyan kedvesek, kedves nézőink donétet agyműtétre. Tudom, hogy felesleges lenne minden kidobott pénz, de... Hát, ha még van remény. Valamit csináljanak. Nagy bajok vannak ott benn. Egészen mélyen. Jaj, te nagyon hosszú még az ú. Nem is igaz. Negyed óra srácok, ott vagyunk Losiba. Los Angelesbe. Vagy lehet, hogy kicsit több, de körülbelül. Én kapcsolok egy kis világítást, mert azért így most így a hegyek között, mint hogyha itt hegyek között azt ott a utcán. Balra a hegyek, jobbra az óceán, na én megyek. Jó az a kis hullámvasút amúgy, ez ilyen gyorsan ritkán mentem át rajta. Ha emlékeztek rá, itt voltak ugye végelláthatatlan sorokban, itt voltak a multiplayer játékosok nyáron. Hanem akkor, vagy nem voltatok ott, vagy nem tudjátok, vagy nem ismerik, fogalmatok sincs mi volt, akkor nézzétek vissza. Operation Big Sur címszóval. Szóval, ja, ez most egész ilyen barátias, családias, így édeskettesbe Anonymous-szal kézen fogva így másztuk így a Big Sur útvonalat. Ennek is megvan ám a maga hangulata. Ahogy a faszban lenne meg. Aki jó romantikus. Anonymous-szal itt romantikázunk a Big Sur útvonalon. Rocky Creek Beach. Hát igen, az R-betűkkel, bajok vannak, igen. Kicsit lacsolok, aztán leköpöm a monitort szokás szerint. Ez a bajom nekem, mert az R-betűkkel nem jönnek ki a bridge. Ezek a fontos bridge-ek, meg ezek a szavak. Bridget Jones naplója. Ez meg itt Chris Tracker kamionos naplója. Amit láthattok, kedves nézőink. Én lenni magyar, kamionos menni Amerika, illetve most már jó régóta menni Amerika keresztül át through the America and through the bridge. Átmegyünk itt a helyi látványhíron. Bixby Bridge 1932, valószínűleg akkor épült, a jóisten se tudja már ezt. Gondolom én. Akkor épüldözött fölfele. És látod, Anonymous, jól megépítették ezt a hidat, ez nem szakadt le. Alattunk. Főleg alattam. Milyen szerencsések vagyunk mi. Na,
Elvileg itt van a lerakati hely. Vagy volt valamikor, nem tudom még itt van-e. Szerintem csak volt. Most már csak át lehet itt menni. És átbucskázunk a túloldalra, ahol szépen motorfékkel lemegyünk vissza a tengerpartra. Na, sziklás hegységből. Ugye most Santa Cruz és Santa Maria között szűk úthálózaton a tengerparton megyünk. Ez a kanyargós rész ott leledzik. Ha valakit érdekel. Ez egy nagyon hangulatos kis hely. Amerikában ritkán vannak ilyen hangulatos utak. Itt is van egy jó kis bridge. Balra ja a tengerpart. Jobbra. Köszi. Ez a balra. Igen. Már azt tudom, melyik a jobb kezem, melyik a bal kezem. Szinte lényegtelen. Itt pedig egy ilyen helyi béjvacsos módé. Nézik, hogy ki fúldoklik benne. Csak az a baj, hogy ez itt fönn van nagyon magasan, és hogyha olyan lassan futnak le oda a fúldoklóért kimenteni, mint a béjvacsba, tehát itt lassítva, akkor mire leér innen, oda le, azt szerintem megfulladozik nagyon gyorsan. Legalábbis van rá sansz. Ki tudja. Á, biztos, hogy mi megyünk. Egyre inkább közeledünk Lossi fele. Jó kis hosszú út volt, na. Azért keresztül menni Amerikán az nem két perc. Hagyjuk egyiba, és még 200 mérföld. Tehát, atya, úristen. Mondjuk a 2000-ből lefaragtunk egy nullát, úgyhogy most már csak 200 mérföld. Nem olyan rossz az. Mondjuk úgy, hogy egyen lenulláztuk a távolságot. Tök jó. Úgyhogy mi megtettük a munkét, srácok. Oda nézzetek, oda nézzetek ott a túl. Figyelitek? Skysurfing. Lazám. Hello! Megnézzük őket? Nézzük meg, hát végülis ma is a vége felé járunk. Új, nagy tehertankhajó, oda nézzetek ott a háttérbe. Nagy tehertankhajó, ez meg itten... Hova lett? Hát az előbb itt röpködött. Ó, ott megy a... Nem láttam, besütött a pofámba a nap. Jó napot! Vagy kezicsókolom, nem tudom ki maga. Mehetek én is? Köszi. Mehetek? Már próbáljam már is ki. Kurva jó! Geci jó. Hova megyünk? Köszönjük szépen közben a feliratkozást. Megyünk a tankhajó fele? Menjünk már rá. Le tudod oda rakni? Menjünk már rá te... Ez figyeljétek, multiplayer cooperation skysurfing. Miért van skysurfing az? Nem ez a sky valami diving, vagy ettem valami ilyesmi. De a lényeg az, hogy valami sky, nagyon, ne piszkálj. Ti se piszkáljatok, hogy mit, hogy hívják, valami sky. Hol vagy Anonymous? Ott látlak pedig. Hello, integetek neked, hello! Na jó, menjünk. Szávasz, további jó időtöltést. Hova kell menni vissza? Jó, ott vagyunk. Na ez jó volt, gyerekek, ez... Ilyet csináltunk még élőben, itt volt az ideje. Az majd más kérdés, hogy ennek volt-e értelme, vagy sem. Jó, mi jól szórakoztunk, na. Vagyis hát én jól szórakoztam. Ezt is kipróbáltuk. Tudjátok, úgy van, egyszer mindent ki kell próbálni. Ez is megvolt. Na, menjünk tovább. Van még 200 mérföld, azt le kéne azért vezetni. Azt milyen színű ház itt balra, oda néznek. Mi ez, egy Barbie ház? Hú, ilyen gicses ház volt, azt a kurva. Az Adams Family család. Ja, mondjuk az nem ilyen. Szörnyház, vagy ilyen Ghost Castle. Nem így néz ki, de vicces volt.
Ez ilyen Sims-es ház volt, tényleg. Sims-es ház. Ilyen gicses. Csajok szokták streamelni. Van köztük magyar is, és tök jó. Jó csinálják amúgy. Legalább a csajoknak is van valami játék, amivel lelkesen tudnak játszani. Hát, ha a Sims 4, akkor a Sims 4. Hát nekünk meg kamionos játék, hát most nincs ezzel baj. Vettem új fűnyírót a lakásomba. És most már vannak halaim is, mint házi állatok. Eddig nem voltak. Igaz, még kommunikálni nem tudunk, sajnos, mert még nem beszélek halul. De már folyamatban vannak a tárgyalások. És beszélgetünk néha, hogy... Ugye egyelőre ennyit sikerül, de... Nagyon szeretem a... aranyhalaimat. Lassan majd veszek új akváriumot is nekik, csak még nagyon szokba kerül, és nincs rá pénzem. De majd... Nézek új munka után, és akkor lesz... Pineapple! Pineapple Pen! Hello! Pineapple Pen! I have a pen! Nem is mer válaszolni rá, megsértődött. I have a pen! I have a pineapple! Pineapple Pen! Na, ezzel most felébresztettem legalább a nézőket is, remélem. Akik még itt ébren vannak. Tudom, hogy már cicikálós idő van, fiúk, lányok, tudom. Igyekszünk, ahogy tudunk. Még 145 mérföldecske. Jó, és aztán lehet majd cicikálni. Itt vagyunk Santa Maria-ba. Santa Maria! Az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát! Santa Maria! Szerintem kiégettem őket, igazad van, kedves Muló! Azért nem mindenkit, megjönnek a feliratkozók. Dankeschön! Akik még ébren vannak, dankeschön! Míg a végén megérjük az 1100 feliratkozót is. Nem á. Nem mit, ha az van mérföldkülönde, de azért nyilván. Ó, megint jön valaki. Ó! Hello! 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 Jó utat! Úgyse vagy magyar, de mindegy, jó utat. Egy magyar van, tényleg, hát akkor meg... Hello, Anonymous! Hello! Tudom, hogy nincs mikrofonod, mert... Szarát rókottad volna már rég a CB rádiót. De innen is üdvözölöm. De most Mono, most mi nem is értem, hogy most mivel égettem volna ki őket. Most megint mi rosszat tettem. Most már tényleg nem értem, hogy most miért. Már semmit se lehet itt mondani ebbe az élőadásba, vagy nem is értem, mert még itt... Az ember azt gondolja, hogy ez az én csatornám is azt jelenti, amit akarok, de nem. Nem szabad. Nagyon nem szabad. De szép alagút, oda nézzetek. Balra. Nem mehetünk be az idefele vezető alagutacka, ami nekünk nem fúrtak meg alagutat. Most meg vagyok én is szértődve. Akartam átmenni egy alagúton, és nem sikerült. Nekem semmi nem jön össze! Jaj, laptop, értem, Anonymous! Akkor ez van. Én is néha csodálkozom, hogy a szomszéd nem jön át, és... veri szét a hátamon a... seprűnyelet, hogy
mit ordibálok itt egyfolytában, mint egy őrült, és teljesen igaza lenne. Állunk itt a szomszédban, meg egyfolytában izé van, mondom ilyen kerti parti, grillsötöde, kifőzde, meg medencés parti, azt akkor is ott gyerekek ottan. Itt az őrült. Jó hangosan, reggel 8 órakor. Vasárnap. Szörnyű, ahelyett, hogy templomba járnának vasárnap délről. Szóval ha nekik ez lehet, akkor nekem is, hajj, nekem is lehessen ordibálni mána. Mi ez a csőrendszer itt előttem, ez? Szóval na, értitek, szóval... Hajd legyen már annyira szólásszabadság, hogy néha nekem is lehessen mondani valamit. Vagy hangoskodni. Tudom, hogy más normális 35 éves férfi embernek szerintem ebből már alaposan ki kellett volna nőnie, ezt aláírom, de... De amikor vasárnap reggel 8 óra, akkor erre ébred föl valaki, hogy... Csobognak veznek. És úgy, hogy a... legalább... Talán 400 méterrel odébb van a szomszéd, és még így is hallani tiszta... tisztán, jó, mondjuk itt van az ablak, az igaz, én hülye, nem csukom be. Akkor ezért kicsikét én is úgy vagyok vele, hogy... Kikönyökölök így az ablakon, így lazám. Kicsit várok, várom a hatást, és akkor... Csönd legyen be! Vasárnap reggel van! Más ilyenkor még alszik! Nem kell lepajkodni a vízbe, csobogni! Csobogtuk itt vasárnap reggel, ragudjál már! Csináljuk már ezt! Minél hangosabb, annál könnyebb eltalálni. Ez igaz. Majd elmegyek, ígérem, hogy el fogok menni ilyen katonai boltba, és be fogok gyűjteni ilyen kézigranátokat. Vagy legalábbis egy ilyen... Ha akciós lesz majd, tudjátok, ilyen lesz ilyen, ilyen winter sale, vagy valami, akkor majd... begyűjtök ilyen kézigranátból ilyen csomagot. Akkor majd... Az egyébként hangulatos, hát végül is... jacuzzi lesz a... fürdőmedencéből, hogyha egy-két gránát oda betalál. Tiszta erőből. De akkor inkább olyat fogok venni, amilyen... hatásos. Oda dobom, és akkor így... akkor átrobban, hogy még följön a föld alól az ola is. Na, olyat kéne venni. Na! Hölgyeik és urai! Kedves Anonymous hölgyek és urak! Bármennyire is fájdalmas. Nem tudom, látszik-e, de Los Angeles. Megérkeztünk, hölgyek, urak. Ez nem a reklám helye, csak mondom, ha már pont ez van rajtam, véletlenül, egészen véletlenül. Megérkeztünk Los Angelesbe. Itt lakik Mono, ugye az angyalok városa. Meg Dezső bácsi. Hát Dezső bácsi is angyal a maga módján. Ez igaz. Hello! Ki vagy? Szervasz. Balra fele kéne indexelni, várjatok. Nem mindegy. Vissza kell fordulni, na. Szóval megjöttünk, hölgyek és urak. Itt van ez a csodálatos kis megállóhely. Ja, ugye ezzel visszamegyünk. Mindegy. Szinte mindegy. Ez volt tehát akkor a Los Angeles-i kirándulásunk. Eljutottunk Losiba. Itt megállunk szépen az útszélén. Motor off. Köszönjük szépen mindenkinek, aki az elmúlt 2,5 órában, vagy nagyjából annyi időben velünk tartott. Külön köszönjük szépen Anonymous kollégának, hogy itt voltál. Köszi szépen a kísérletet, és hogy át barangoltad velünk Amerikát. Köszönjük szépen azoknak, akik velünk tartottak ez alatt az idő alatt, és ezt a istentelen sok beírást köszönjük szépen, amiket beírtatok. Rátok mindig lehet számítani, akik itt vagytok most is velünk, természetesen vagy, akik itt voltak ma velünk. Ez volt tehát Amerika és az amerikai álom. De mi most álomra hajtjuk a fejünket, és kicsit elmegyünk pihengetni, aztán, hogy jól kipihenjük a következő élőadás előtt magunkat. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Chris Tracker voltam, és Anonymous kollégával, és a nézőkkel együtt is
búcsúzunk már a American Truck Simulatorra, legközelebb ki tudja, mikor találkozunk, de biztosan lesz még majd a jövőben is. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, szokásos dolog, ezeket így el szoktam néha mondani. Facebook oldalam megtalálható videó alatti leírásban, vagy donate link, amire szükségetek van, minden. Akinek minden megoldás érdekel, rajtatok múlik minden. Kommentelni is lehet majd a visszanéző verzióban a videó alá, ami tetszik. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet. Chris Tracker voltam. További szép hetet és szép estét kívánok nektek. Sziasztok!